És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt pontosan 13 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok! Hello! Jó reggelt! Sziasztok. Drága hallgató. Biztos, hogy ennyi az idő? Biztos, hogy ennyi az idő. Hát ott annyi az idő. Ugye nálunk egy kicsit más az idő, úgyhogy most két dologra kell figyelni, hogy otthon mennyi az idő, és hogy itt mennyi az idő, illetve pontosabban az, hogy itt mennyi az idő kikapcsolni. Mert hogy ti állítottatok ugye hétvégén. Nálatok most 7? Nálunk 4-8 lesz egy perc múlva így van. Édes Istenem, hát mi maradtunk az eredeti időnél, és ugye ti egyet visszaálltatok. Így van. Így van, aminek igen, semmi értelme nincsen, de visszaálltunk. De hogy nincs, mert mi itten idő szerint 10 órakor befejezzük a templod az utolsó jó, egy óra. Semmi baj, annak készítsd a best of-ot az utolsó órára. Megyünk haza 9-kor. Nagyon fura módon 11-ig rádiózunk egyébként. Igen. És éjszaka is egy órával később végzünk, de az mindegy is. Úgyhogy fura, igen, az ember a telefonját nézi, ott 7 óra 14 van, de a laptopomat nézem, amit egyébként a szobába hagytam, az pedig 6 óra 14-et mutat. Úgyhogy jó arcok ők itt, nem állítgatnak. Persze. Tökéletesen igazuk van. Tökéletesen igazuk van. Le kéne szoktatni erről a magyarokat is, meg mindenkit. Pont most reggel beszéltem az Annával, hogy mi az értelme vajon, mert ugye azért állítjuk, hogy reggel ne kelljen lámpát kapcsolni. Igen ám, viszont akkor délután meg korábban kell, és délután vagy például többet otthon. Ugye? Hát az van, hogy ők, igen, ezt minden évben kétszer megbeszéljük, és ezt nagyon szerettem, mert 6-tól fél hétig mindig elmegy erre egy megszólás, de ez jó. De már egyébként a múltkor is rájöttünk, hogy mi lehet a cheesy jó, az, hogy te előbb állítasz, de a munkahelyeden vagy még, és nem kapcsolod fel a lámpát. Uh-huh. Igen, de otthon viszont kapcsolsz a lámpát, ráadásul délután kapcsolsz, mert hogy délután hamarabb van sötét, tehát délután kell marhasokat világítanod otthon. A munkahelyen pedig úgyis az összes munkahelyen ég a lámpa. Érted? Tehát azt igen, nem... csak 5-kor még nem vagy otthon. És azért spórolsz. Aha. Hogy sötétben érsz haza. Na, hát figyelj meg, itt van egy feladat Annának, hogy az elmúlt évek különböző magyarázatait, a különböző definícióit, hogy mikor mit mondtunk erre a problémára, azt szedje össze, szépen egy csokorba, dátumozza fel őket, és holnap megvan megint. Figyelj, és akkor jönnek a hallgatók, hogy nem úgy van, mert most vagyunk az eredetinél, de majd amikor visszaállítjuk, akkor nem leszünk, vagy nem most vagyunk az eredetinél, de akkor leszünk. Nem lehetünk, most az, nem lehetünk most az eredetinél, mert az eredetinél most ti vagytok. Nem tudom. Nem hiszen... is akarok ebbe bele. De, jó, akkor... Mi vagyunk az eredetinél. Igen, mert ti vagytok, hiszen ti nem állítotok órát. Tehát ti Dél-Afrikában mindig ugyanúgy vagytok. Jó, engedjük el. Akkor engedjük el. Meséljetek, hogy a hihetetlen szabadságotokon, amikor végre kitárult előttetek a világ, amikor nem kellett menni a stúdióba ide se, nem kellett menni este a dzsungelbe, akkor mit csináltatok? Defektet kaptunk. Király. De nem gyengét. Egyébként dolgoztunk elég sokat, tehát nagyon messzire nem tudtunk menni ebből a festővárosból, amit már gyűlölök. Tulajdonképpen hát hogy is mondjam, 100-150 kilométeres távolságra tudtunk eltávolodni, amíg egyesek ugye megjárták az Indiai óceán, igen, mint Jules, ugye, mert hogy neki nem kellett dolgozni. Igen, mutatott képeket. Lejutott egészen az Indiai óceánig, azért az megdöbbentő volt, néztünk képeket, mi nem tudtunk sajnos elmenni, mert ugye szerdán abbahagytuk a dolgot, de mi már szombaton forgattunk, ami azt jelenti, hogy két nap alatt ezt még repülővel se lehet nagyon megjárni, illetve meg lehetett volna, csak nem nagyon éri meg. Az első nap ugye masszív alvással telt, tehát akkor nagyon sokat igyekeztünk pihenni, de a második nap. Az áróbulin, igen. Igen. Az elég erős lett. Aha, igen, most is. Volt egy záróbulink szerdán. Igen. Én értem haza 5-re, de kicsit még később. Igen, nem már, a Jani jött később elég haza buliból. Az volt a baj, nem volt busz, aki elvigye. Ugye, folyamatosan nem volt transfer, tehát nem volt olyan, hogy akkor mindig így beszállsz valahol, és akkor már mész is haza, akkor, amikor úgy érzed, hogy már haza kellene menned, hanem mindig várni kellett valamire, és én abban a megtiszteltetésben voltam, hogy Aurélióval mehettem vissza, és gyakorlatilag egy 5 perc leforgás után már kértem, hogy ne mondjon semmit, tehát üljön csak mellettem csöndbe, hallgasson, nem kell szórakoztatni, igazából nem kellenek a történetek az életéből, és egyébként ne üvöltsön fel. 6 percenként mindjárt kidobom a tacsot. És hát, de ettől függetlenül természetesen jól sikerült, úgyhogy ennek következtében ugye a másnapi nap azért pihenéssel telt el, főleg a délelőtt. Keltem, igen. De? Tehát el is ment a csütörtökünk azonnal. De a másik nap, pénteken,
Nyakunkba vettük a várost, a vidéket, és elindultunk oda, ahol ti is voltatok már, például abba a kis kányomba, ami én azt gondolom egy nagyon-nagyon szép látvány volt. De Szalajka, igen. Tehát bárhol voltunk hallod. Egyébként aznap, Balázs jött, a kezében egy chipszes zacskóval, leült egy kicsit, és bárki jött el mellette áhítatos arccal, hogy úristen, de gyönyörű, de szép, de fantasztikus, ilyet még én soha nem is láttam, akkor bedobott ilyeneket, Szalajka, rám szakadék, adjam, Csobánka. Figyelj, semmi, utaztunk 12 órát, elindultunk reggel 9-kor, visszajöttünk este 7-re, és komolyan mondom, a plitvicai tavak az üti. Hol voltál? Ahol lenézel, és nagyon magasan vagy, az szép. Most így mondom, hogy ti is értsétek, van az a kanyon, az a Three Ronda Wells, nem tudom, ti oda mentetek-e, azt megnéztétek-e, az ott gyönyörű, ahol lenézel. De egyébként ez a Blind River kanyon, ahol így lenézel, és akkor ott folyik az a sáros víz, ilyen kis járatokban. A világ harmadik legnagyobb kanyonjáról beszélsz, ember. A Blind Rivernek a vége, ahol ugye lenézel. Aha. A Three Ronda Wells, de azért az a kis, ahol ilyen hidakor átmész, és ott úgy lenézel, uh-huh. És akkor ott úgy folyik az iszapos víz, hát az konkrétan... Az iszapos víz. Az iszapos víz, az rám szakadék kettő, tehát hogy semmi, és ezért utazni 10 órát, figyelj, halálomon voltam, ki voltam. Láttunk egy vízesést, az szép. Jó, volt, mondtam, hogy ha megengedem a kertislagot, akkor nagyjából ugyanennyi így víz van. Az is kb. 200, az is 220-300 méteres mélységbe zubog le, és alá, érted? Nem, elolvastam, hogy ez egy 60 méteres vízesés. Jó, hát az meg, vagy vacak, 60 méteren szórakozzanak vele. Kerületenként van 3 Budapest. Szép, csak tudod, ez a egy látnivaló 2,5 óra utazás. Hát azt hittem, elsírom magam, ráadásul én vezettem, este úgy jöttem már haza, hogy minden egyes szembevilágító autónál becsuktam a szemem. Egyrészt azért, hogy ne folyjon ki a szemem, kettő, már olyan fáradt voltam, és hát ezért kaptunk defektet. Aha, francokat ezért. Na miért? Na, hát az egyrészt azért kaptunk defektet, mert nincsenek ilyen szegélykövek, mert nincsenek, igazából a patka az úgy van kialakítva, hogy pont ott elfogyott az aszfalt, akkor az jó lesz patkának, és jöttünk visszafelé már, és tudtuk, hogy a közelbe kell lenni egy ilyen völgyhintának, ahol ugye a játéknak a lényege az, hogy mit tudom, belülsz ilyen kis beülőbe, aztán pedig így hanyaddőlés után pedig leveted magad egy, mit tudom, egy cirka 600 méteres mélységbe, 180 km per órára felgyorsulsz, és ebben van egy 3 másodperces szabadesés. És ezt mi mindenképpen ki szeretnénk próbálni, illetve Balázs még egyelőre tépelődik, és éppen ezen ment közöttünk a vita, hogy de én leugrok 3-szor, de én nem ugrok le, de én ott van a swing! És kinéztünk mindannyian, értsd, mindannyian. Igen, tehát a sofőr balra. Is. Így van. Hátra néztem. Jobb egyből hátra, az és, bal oldalán. És abban a pillanatban hallottunk egy díszlövést. Ők is üdvözölnek minket, de ez valójában nem az volt. Illetve pontosan, hanem... hogy elkezdtem lemenni az útról balra, és amikor visszafordultam, akkor láttam, hogy nem vagyok az útra, és visszamentem az útra, uh-huh. Ugye az út bal oldalán, viszont annyira éles volt a beton, hogy abban a pillanatban bam! Hát igen. Én be is jelentettem, teljesen halálosan. Aha, nyugodt igen. Arca, defekt. Igen, mert én mondtam, hogy húha. Szerintem kicsit lehet, hangosabban mondtam. Húha, lehet, hogy defektünk van, mondom, az nem kérdés, persze. Aha, a kérdés az az. Mondom, a kérdés az az, hogy bal 1, bal 2. Tehát, így hogy van. Bal elől, bal hátul, vagy csak bal elől. Hogy csak van szívunk, vagy rettenetesen megszívtuk, mert hogy ugye egy autóban üzemszerűen csak egy pótkerék van, és úgy szálltunk egy picit ilyen remegő szájszél, mondjuk Balázs, én nem láttam semmi ilyesmit, tehát olyan rezignáltan vette tudomásul, hogy adott esetben ott éjszakázhatunk egy számunkra teljesen ismeretlen településnek a szélén, ahol nem voltak túlságosan szép házak, nem voltak túlságosan szimpatikus emberek, és egyébként közvilágítás sem volt sok. Majd az elkövetkezendő 30-40-ben valamikor. Igen. Kiszálltunk az autóból, hátranézek, iszonyat nyugalom áraszt el abban a pillanatban, tudod, kőlesik a szívemről, láttam, mert a hátsó az kemény volt. Előre nézek, az már kevésbé. Kiszállsz, és az a hely, ahol egyébként 10 perc alatt így konkrétan elkezdenek köré gyűlni a feketék. De már hát nem kellett gyűlniük, mert már 10 méter egyébként ott álltak 3-an, és rögtön elkezdtek minket nézni, hogy mit csinálnak a fehér srácok. Megjelenik 2, odajönnek, barátkoznak, egyszer csak azt veszed észre, hogy 6-an vannak körülötte, tudod, még mindig nagyon mosolyognak, nagyon barátságosak, már 8-an vannak, tudod, de tehát nagyon fura hely egyébként, nagyon fura hely, nem is sok turista megy arra, mert ugye ez már kicsit városon kívül volt. Most vaciláltunk, most vagy 10 perc alatt kereket cserélünk, uh-huh. Vagy nagyon csúnya vége lesz, mert hogy egyszerűen csak úgy oda gyűlnek, tudod. Aztán úgy hopp az egyik megérint, hopp úgy elkezd egy kicsit úgy a telefonod irány nyúlkálni, hopp vannak már úgy 15-en körülötted, mint a hiénák, tudod.
egyedül így kevésbé bántanak, de mikor így, mit tudom én, elkapnak egy nagyvadat, akkor sokan legyűrik. És hát ilyenek sajnos, mert hogy annyira szegények, meg annyira nem jár arra fehér ember, hogy egyszerűen egy defektet kapott, mit tudom én, család, vagy egy társaság, az ott konkrétan este sötétedés után már nem, nincs biztonságban. Nem akarnak bántani, csak elveszik az értékeidet. Melót aztán kellett volna adni nekik, bozogba, hogy emeljék ők a kocsit. Vagy nem tudom, valami. Jani elővette a gásprét, hogy figyelj, nem, mert mondtam neki, hogy én feltartom addig őket. Nálam, így van, nálam van egy svájci zsebkés, meg egy nem annyira gyengébb a gásprét, és mondom, de az valamikor el fog fogyni. Érted? Igen, azt mondom már vizionáltuk, hogy mi van, már csak azt mondjuk, már csak két adag, már csak egy adag. Igen, már csak egy adag, tudom őket tovább tartani. Ugye, úgy, Isten veletek. Ugye, úgy cseréltünk csapatot, komolyan mondom, mint nem is tudom, mint a McLarennél. Hát figyeljetek. Ilyen igen, kész. Hátraugrás a csomagtartó, feltép a csomagtartó, feltép a kis ajzat, alól a gumb. Jaj, be van tekerve, gyorsan ki. Oké, gurdni is ki, letekerem, kihúzom, kitépem, berakom, hol van ez, hol a biztonsági kulcs, hol van, igen, lazíts. Megint kifejtette meg a lényeget. Megint kimondta, hogy nyugi gyerekek, ki lehet cserélni azt a kereket. Mindenki pánikba esett, jött Bali, és mondta, hogy gyerekek. De azt is mondja azért, hogy és kifejtette meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy meg tudjuk lazítani a csavarokat, hiszen felemeltett teljesen az autót, és a kerék a levegőben volt, hogy megpörgettem. Azért ezt is mondjuk el. Igen, de nagyon, azért a sok kerékcsere, amit én is csináltam a Viki autóján, meg régebben a sajátomon, akkor azért az segített. Tehát tényleg körülbelül 4-4,5 perc alatt komplett kerékcserével mindennel megvoltunk. Vissza a defektes gumi be a csomagtartóba, és aztán mentünk. Természetesen vannak kordokumentumok az eseményről. Igen. Aztán utána meg azt hittük, hogy ég az autó. Nagyon jó volt, nagyon jó volt. Elindultunk lefelé. Elindultunk lefelé, és a bal egyen, ugye a pótkerék volt, nem tudom, hogy annak most van-e összefüggése, vagy nincs, de hogy nagyon sokat fékeztem, és felizzott a féktárcsa. És ilyen brutális szag jött be a kocsiba, de olyan büdös volt, kérdezi Jani, mi ez a szag, mondom, nyugi, fakitermelés. A hatodod mellettem a izém, érted, a szakértő. Mondom, hallod, itt ég valami, nyugi, itt fakitermelés folyik. Faszéngyártás. Igen, hát mi már, itt tudod, az összefüggést így hirtelen nem nagyon értettem, de hogy megnyugtatott, hogy ennyire itthon van a témában. Nyugi, fakitermelés, és a következő pillanatban egy olyan részre értünk, ahol a lemenő nap besütött a visszapillantó tükörbe, de ilyen narancssárgán, és pont így bevillant. És mindenki a villanása azt hitte, hogy ég az autó. Állj meg, ég a kocsi! Ég a kocsi, kézifék behúz, négy ember, voltak velük, még négy ember kirányt, hogy öt mindenki. Ember. Mindenki, ég a kocsi, Állj meg, el, durran a pótgum is! Szállj ki, ég a kocsi! És kiderült, hogy a lemenő napfénye a tükrökben megvillant, és adott egy ilyen narancssárga villanást az egésznek, és konkrétan azt hittett, hogy a kocsi hátuljából dől a tűz. Jó, ettől függetlenül egyébként a felni izzott, tehát hogy azért rettenetesen meleg volt, de egy picit azért túlreagáltak a dolgok. De ott Bali megmondta, hogy jó, nyugi, nincsen tűz, a féktárcsa felmelegedett, motorfékkel megyünk a lejtőn, így is történt. És zökkenőmentes azért. Semmi nem lett. Addig miért nem használtad a motorféket, akartam kérdezni. Mert nem volt egy olyan durva lejtő, ahol egyébként arra gondoltam volna, hogy felizik a féktárcsa. Tehát igazából még csak lejtő se volt, hanem így ereszkedtünk, de hol lejtő, hol emelkedő, hol lejtő, hol emelkedő. Tehát amikor már tényleg érzed, hogy gázdélt, akkor ugye a motorfékre váltasz, mert érzed, ez már nem tesz jót a féknek, meg nem akarod széthasználni. Így van, megferi, addig minket egyetlen dolog került el, a megfontoltság. Egészen a defekt. Tehát nem egy 2005-ös hegyről ereszkedtünk szerpentin lefele, mert ott mondjuk kettes motorfék, mint tudom, 4000-es fordulatszámmal szépen lejössz, hadd szokja az autó. De hogy itt nem is értettem, hogy mitől izzott föl, mert azért ahhoz több idő kell. De hát valószínű, hogy így ez volt. Úgyhogy megfejtettük, aztán rá volt írva a kerékre, hogy 80-nal max, ez se sikerült nagyon betartani. Nem. Siet haza az ember, akkor menni kell. Persze. Így van. Úgyhogy 12 órát autóztunk, láttuk a plitvicai tavakat, láttuk egy rámszakadékot, meg egy kis zubatagatot lezuhanni. Úgyhogy óriási túra volt. Kiszálltam a kocsiból, és mondtam, hogy ezt olyan szélesen kiadtam volna ezt az egész túrát, hogy ennyit nem ért. 12 órát mentünk. Hol is voltunk? A Rokka egyik kőfejtőben. A vége szép. Maga a kanyon az gyönyörű. Tehát amikor ott állsz a kilátópontnál és lenézel, és ott nincs rács, és ott le is tudnál ugrani, az egy gyönyörű rész, tényleg. De mondtam, hogy ott kell van kezdeni, aztán hazamenni. Tehát másnaposan 12 órát vergődni egy ilyen egy-egyes pólóba, hát azért nem volt. Igen. Ráadásul ugye vezetve. A tériszonya miatt nem ment azért nagyon szélre, tehát hogy viszonylag keveset látott belőle. Úgyhogy... És mire megérkeztünk, brutális vihar volt, és vissza kellett szállni a kocsiba, és hazamenni. Az nagyon jó úgyhogy, volt. Úgyhogy tulajdonképpen igen, most egyre jobban átgondolom, hogy nem volt azért egy akkora túra. Hát jó. Kalandból volt bőle. Kaland, igen.
kalandozni kalandoztunk, mint ahogy egyébként tegnap is kalandoztunk, de erről tényleg csak egy két mondatot egy GPS navigációs segítségével sikerült megtalálnunk egy olyan földutat, amit nem kellett volna megtalálni, ahol még útburkolati jelzések voltak, és következésképpen természetesen bementünk egy gyakorlatilag hát kis túlzással azért gettónak nevezhető helyre. Nagyon jó volt egyébként, nagyon szórakoztató volt. De miért volt, nem ugyanarra mentetek, amerre eddig mindig? Meg gondolom, kimentetek forgatni. Tegnap nem én voltam a sofőr, mert tegnap más vitt minket, mert a defektes autómat ugye javítják, és nem én vezettem. És én nálam gyengébb képességű ember ült az autónál, és emiatt tulajdonképpen kedves egy 30 volt. Kilométeres utat egy jó 80 kilométer alatt sikerült megtenni. Én mondtam volna, hogy Tomi, szerintem erre, nem arra. Jó, oké, mondom. Úgy emlékszem, kevesebb kecskeleggel ott, ahol eddig jöttünk. Úgy emlékszem, jöttünk már erre, én itt jobbra mennék. És kis csibéket se terelgetek egyébként tyúkok, akik nem tudtad, hogy hol van a gazdájuk, de biztos az a részeg, aki ott támasztja a falat, illetve az a három fiatalember, aki lábotlan székeken hintázik, és közben hip-hopot hallgat, biztos ők lehetnek azok. Döbbenet. Szép a gettó. Nem, a, igazából hát nem. Igen, talán ez a szép szó, olyan azon, hogy nem ezt kerestem. Úgy néznek rád fejremberként, mint akit még sose láttak. Tehát vannak tényleg érdekes. Talán egyébként lehetséges, hogy ez is volt a szerencsénk, hogy annyira meglepte őket a látvány, hogy ott három vidám fehér fiú. A vidámság az már egyre kevésbé volt ránk jellemző, amúgy haladtunk. Hát nagyon érdekes volt. De építették az utat, ők is nem sokára benne lesznek egyébként a kerékvágásban. Igen, szóval Zsüle elmondta a jó részét Dél-Afrikának, mi pedig megjártuk a poklot igazából, úgyhogy nagyon jó. Aztán szombat-vasárnap már forgattunk, úgyhogy az ég egyet a világon nem voltunk sehol. Ha valaki áll, de Dél-Afrikában mondja már el majd, hogy milyen. Jó? Én tudjátok, továbbra is ezt mondom. Várjuk azon hallgatóink leveleit, így van. Akik elmesélik nekünk, de ha csak valaki Plitvicáról tud, Szalajka-völgyről, a Rámszakadékról, tehát Csobánkáról, az nem esélyen, mert hogy ezeket lát. Igen, ezeket megjártuk. Mi van otthon, nyugi van? Itt teljesen megérkezett a hideg, leesett az első hó a hétvégén. Azt hallottuk, illetve olvastuk. Hát hétvégén leesett, hát esett az első hó a hétvégén, úgyhogy ennyi. Mátra? A héten pedig mínuszok várhatók, -4, +4 fok közötti mai csúcshőmérséklet, tehát gyakorlatilag beköszöntött a tél, óriási dugó a 11-es úton már most, de ezt majd olvasod, mert kitalálták kérlek szépen, hogy most ott ilyen elkezdenek valami felújítást, és már írták a hallgatók is, de az összes híradóban is benne volt, hogy az évezred új útfelújítása kezdődik ott, amit nem nagyon értünk, hogy merre fogják csinálni, de nem baj, ugyanez van a 10-essel is, úgyhogy minden tök szuper itthon. Szerintem mindenki csak pihent. A szokásos. Csak a szokásos. Aha. Nekem nincs hangom. Nagyon trutyi idő volt. Igazából 3 napig nem is nagyon lehetett mit csinálni. Viki mondta, hogy hát beszorulva a lakásba a gyerekkel próbáltak túlélni. Zápor, zivatar, eső, 8 fok, szél, tehát hogy minden. Gumicsizmás, a csütörtök péntek az nagyon rossz volt, szombaton már azért lehetett mozgolódni, a vasárnap meg jó napsütéses volt. Igen, akkor állatkerteztek egy jót. Na jól van, oké, belevágunk akkor, jó? Aki szeretne játszani, az jelentkezzen SMS-ben, szokásos módon. Anna megírta nekünk, hogy igen, elvesztettük a múlt hetet, most látom. Ó, jaj. 2-1-re, gyereke, 2-1-re. És Dél-Afrika-Magyarország 1-2, még akkor Magyarország vezet? Nem, 2-1. Igen. Dél-Afrika 1, Magyarország 2. Nem. Igen. Dél-Afrika 2, Magyarország 1, akkor Anna rosszul írta. Magyarország 2, mert a múlt hetet is elvesztettük, meg azelőtt is vesztettünk egy hetet. De akkor az nem Dél-Afrika. Ja, de nem, mi vagyunk 2. Dél-Afrika, ti vagytok Magyarország. Igen, köszi szépen János, király. De várjál, most ha te nyersz, az hova megy a pont? Magyarországnak vagy Dél-Afrikának? Dél-Afrikának. Ő kitántorgott dél-afrikai vagyok, én a csapathoz tartozom még úgy is, hogy itt vagyok, tehát én oda pontozok. Tehát, hogyha te idegenben nyersz, akkor itt ide adod az a pontot. Az odapont, így van, persze. Jó, ez fontos. Igen. Nehogy aztán oda játsszál, mert akkor mi történik? Mi vérünk, Rákóczi Babutu. Igen, nyerünk egy pontot, de mégis Magyarország. Jó, hát egyelőre az ország vezet Dél-Afrika ellen, akkor csak jól számolok, 2-1. Uh-huh. És még van egy pár hetünk, úgyhogy tudunk szépíteni. Jó, lehet jelentkezni SMS-ben, ha valaki játszana velünk, közlekedési híreket is nyugodtan küldjetek. Örülünk neki, jó? 6:30 múlt pontosan 2 perccel, jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Morning Show. Jó. Másfél hónapon keresztül. Élőben. Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Még mindig rögök ezen. Egyre jobban. 8 perc. Igen, 8 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. És Páko még mindig, ami drága kis Pákunk nagy lelkesedéssel mondja, hogy MIT-től rádiótitulál, vagy nem tudom. Mond. Nyilván semmi értelme, de szeretjük, ahogy mondja. Kiváló.
Na, azt mondja, hogy is állunk. Akkor Anna leírta, hogy a múlt hetet elvesztettük, ami azt jelenti, hogy 2-1. Illetve pontosabban 1-2. Nekünk egy, otthon 2. Ugye, most mi vagyunk idegenben, uh-huh. vagy hogy vagyunk? Uh-huh. Igen, mindegy, 1-2. Így állunk jelen pillanatban. És van egy játékosunk, aki szeretne játszani, és már itt is van. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, srácok, jó reggelt! Szia! Hello! Hogy hívnak? Niki vagyok. Hello, Niki! Niki, honnan hívsz minket? Debrecenből hívlak titeket. Debrecenből? Hát, ez jó kis hely, sokat járunk arra. És mit csinálsz éppen? Én a vizsgára, váró vizsgára készülünk, ma vizsgázok közjogból, államvizsgázok, és nagyon-nagyon ideges vagyok, és azt gondoltam, hogy hát ha nyerek egy ajándékcsomagot, hogy esetleg mégsem sikerülne ez a mai államvizsga. És beviszed a vizsga biztosnak, vagy mi lesz vele? Hát persze, gondolom, ide is fog érni ez alatt a 2 óra alatt, mi kezdődik a vizsga. Úristen, ez közjog, azt mondtad? Igen, alkotmányjog és közigazgatási jog egyszerre. Ez a közigazgatási jog. Hát annál szárazabb dolgot az ember nehezen tud elképzelni egyébként. Igen, hát nem egy túlságosan izgalmas egyetlen területe. Izgalmas. És mi a jó jegy? Vagy minek örülnél? Ó, csak görbüljön. Én már igen, tényleg? Igen, tényleg. Hányadikos vagy? Hát 5. éves. Ez 5. éves. Hát akkor... Diplomát szerzek-e vagy sem? Ajjajjajjajjaj, az kemény. Az kemény. Na jól van, és kivel szeretné játszani? Veled, Bali. Rád gondoltam. Mikor gondoltál rám? Ugye, hogy most a játéknál, ja? Igen, most a játéknál. Évek óta rád gondolok. Jó, játszunk, hát ha szeretnél rossz kedvűen neki menni ennek a vizsgának, akkor legyen. Tehát ha úgy érzed, hogy azt a kevés kis önbizalmadat én még most vegyem el, akkor ám legyen, tehát teljesüljön. Teljesüljön az akaratod. Most arcoskodok pedig Szamáron. Persze, ülök. Persze. Ja, hát, hallom, hogy nem? Meg akarsz benyíteni nagyon. Nem, már a Szamáron se ülsz, csak szólok. Ja, már ott se vagyok? Hol vagyok most? Egy mellette. Juhász kutyán? Vezetem. Állok a Szamár mellett? És hogy van, hogy Szamár, póni, ló? Ugye úgy tudnék visszaülni a lóra? Tehát legalább 3-at kéne nyerni. Ajjajajajajaj. Na, meglátjuk. Jól van, indítsd az órát, Jani. Na, indítom az órát, Boli. 3-2-1 fire! Na. Szia, itt vagy? Balázs. Itt vagyok. Szia. És te itt vagy? Itt vagyok. Szeretnél kérdezzel? Mesélni? Kérdezek. Mesélni? Kérdezek. Milyen volt a hétvégét, Balázs? Mit csináltatok? Semmit, igazából. Jöttünk, mentünk, részt vettünk egy teljesen értelmetlen túrán. Igazából utáltam. És utána pedig forgattunk. Tessék? Értelmetlen túrán? Milyen túrán? Értelmetlen? Miért volt értelmetlen? Hosszú volt az út, kevés dolgot láttunk, és rettenetesen untam, és sokat kellett vezetni, defektet kaptunk, úgyhogy minden megtörtént. Te mit csináltál hétvégén? Tanultam hétvégén, a vizsgára készültem. Egész hétvégén csak tanultál? Egész hétvégén és egész hónapban erre a vizsgára készültem. A túlzás 2 hete erre a vizsgára készülök folyamatosan. De utána még 3 évig majd bojtárkodnod kell, nem? Bojtárkodást de. Elkerülném. Igen. Na, ügyes vagy, hát nem mondtad ki. Nem mondtad ki, úgyhogy megyek a csirkékhez. Az Istenre. Ott hagyom a Szamarat, és megyek a csirkékhez. A csirkéktől kell visszaülnöm a Szamára, és majd szépen folyamatosan a lóra. Gyerekek, egy nem messze vagyok az Istállótól. Már a csirkékhez. Jaj, bizonyám. Ügyes vagy, nagyon. Köszönöm. Szorítsatok nekem, létszi, ma jó. Tudod, hogy ez általában úgy van, hogy egy nap egy dolog sikerül az embernek. Tehát megnyerted a fekete-fehér igen nemet. Bizonyám. Akkor a másik. Nem sikerülhet. Nem mondjatok ilyet. Köszi a játékot, küldjük az ajándékcsomagot, ügyi vagy. Én is, tényleg. Köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello.
Na jó, na, van, onnan föl lehet innen is jönni, meg azt tudod, nem az tudok javulni. De az jó, az egyre nagyobb teljesítményt fog majd mutatni, ha egyszer az életben eljutsz a csirkétől a tényleg a póniig. És akkor az ünnepelni kalandzik. Fog az egész hallgatóság, hogy ez az a fiú, aki ez milyen messzire már látod az istállót, mm-hmm. már ott vagy, már nyergelhetsz, na jó, menj vissza a csacsira. Igen, nagyjából ez lesz. Jól van, 7 óra van pontosan, jó, jönnek újra a legfrissebb hírek, illetve pontosabban 3 perc múlva van 7 óra, meghallgatjuk újra a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bauni, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 7 óra múlt pontosan, 10 perccel jó reggelt kívánunk minden drága Morning Show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri, sziasztok! Mindenkinek van a friss közlekedési híreink, úgyhogy megnézzük, mi a helyzet Magyarországon, mi a helyzet az utakon. Annak ellenére, hogy ott még sötét, Feri, vagy már világosodik? Nem, itt most világosabb van, mert ugye visszatekertünk, tehát egy órát így nyertünk, vagy nem tudom én már, hogy hova kell. Az a lényeg, hogy világos van, na. Tehát korábban az világosodik, a lényeg, hogy világosodik. Na, az mindenféleképpen jó, viszont hideg van, már legalábbis ezt írják a hallgatóink, és egyre hidegebb lesz. Azt mondja, hogy nézzük. M3-osan Debrecen felé a 175-ös kilométernél a polgári lehajtó után szolgálják és védik a közlekedőket. Ez Tompi küldte nekünk. Tompi, köszönjük szépen. Halásztelek befelé dugó a kúti, közben egy idióta volvós a gyalogos járdán kerüli a dugót, ezért nem jár bünti, kérdezi valaki. Hú, az elég meleg, gyerekek, felmenni a járdára, nem? Az nagyon kemény. Persze ilyenkor nincs ott rendőr, nem? Hát hadd menjen, szegény, tudod, úgy vannak vele, nem akarják megállítani, mert akkor a forgalom áll. De tényleg nem jó, ne menjetek járdára. Az nagyon kemény. M7-es Budapest felé a Pákozdi pihenő előtt baleset, külső sáv foglalt, rendőr még nincs, VUK küldte nekünk. Mérnek a 6-os úton Bonyhád és Kakas közt, by Vargant üzeni nekünk, és azt nézem, hogy igen. Ajjaj, te már a szamarat a nyakadba vetted, úgy gyalogolsz tovább, ismered a Bibliát, kérdezi Erzsó. Igen, nagyon szép. Nagyon szép. Izgalmas volt, nem rajtad múlt? Hát de. Egyébként igen, de köszönjük a biztató SMS-eket. Én valójában kimondtam a nemet, így van, de az már időn túl volt, akkor már megkapta a játékosunk az ajándékcsomagot. Addig egy percen belül egyikük sem mondta ki. Egy percen belül nem, egy perc után. Egy perc után sikerült, igen, kimondani a nemet. Így akkor hát tulajdonképpen egy null. Igen, Budaörsi úton figyelnek a sejtelmes kékek. Hát igen, írta nekünk István, Széchény mínusz 13 fok, az lehet? Nem. Nem áll. Ne, gyerekek, az nem lehet. Azt valamit elnéztél. Jön majd a hideg, de mínusz 13 még nincsen. Mínusz 4-et mondtak. Mínusz, hogy maximum lehet ilyen nagyon, nagyon hideg helyen, vagy mit tén fönn a kékesen, mínusz 4. Azért mínusz 13, az nem hiszem. Na, mert mi van a hangoddal? Hát, Békés Csabai... Oda pirítottál hétvégén? Fő gyerekek, Békés Csabai Kolbász Fesztivál volt, minden rekordot megdöntött, így én is, a legtovább egyfolytában beszélő ember rekordját, és az még önmagában nem lett volna baj, de volt Tankcsapda koncert, és Fenyő Miklós, és olyan hülye vagyok, hogy mind a kettőt szerettem. Oh. Fia, kinek volt az előzenekara? Nem egy nap volt a kettő, tehát rá tudtam pihenni, és ez azt eredményezte, hogy szombaton már ez volt. A hangilag tegnap még ugye melóztunk, én hajnali fél egyre értem haza, mert akkora köd volt az ország keleti felén, hogy semmit nem láttam, és egy gyönyörű 44-es számú főút az meg egyébként is katasztrófa, ködben még rosszabb, úgyhogy most ez van, de holnapra már jobb lesz, remélem. Sok kedves konnektorórú állatka ment fel a mennyországukba? Azt mi nem látjuk, tudod, már csak alapanyagként érkezik meg, de darált hús formájában, de egyébként sok, tehát 1000 csapat töltött összesen a 4 nap alatt, úgyhogy az embertelen. Sajnán jó volt nagyon a fesztivál. Minden évben jó. Nyertetek, vagy nem nyertetek, ez a lényeg? Én nem töltöttem. Megalázó lett volna, érted, ott a Békés Csabaikat megverni, hát most még. De minden évben töltöttél. Nem, én minden évben dolgozom. Nem, műsort vezetek én itt. Az februárban van, amikor minden évben megnyerjük. Azt majd most is reméljük, megfogjuk. Már átutaltam a pénzt. Az Túrkeve, persze. Azért, mert van egy, ahol mindig nyertek, gondoltam, már megvetétek a bírót, vagy a várost. Így, ahogy van. Vagy mindkettőt. Az önkormányzatot, vagy a döntéshozókat, de akkor ez nem az. Ez túl nagy volumenű. Itt azért nincs bundázás. Igen, mert Békés Csaba sokkal nagyobb, tudod, mint Túrkeve, tehát ott annyi pénzünk van, hogy ott megvegyünk mindent, már hogy a döntés, de itt nem, én itt nem is töltök, én dolgozni megyek, meg egy kicsit szórakozni is, úgyhogy ez lett a végeredménye. Ilyen a színpadon, és szexin sejtelmes. Igen, ilyen szexin sejtelmes, kiabálsz, hogy
30 forint a vata cukor? Mennyit csinálsz? Persze, nem, én árulom. Én árulom, tehát úgy van, hogy a kezemben van jobbra a mikrofon. Jobbra a cirkusz, balra a vata cukor. Ide, ide, tessék, tessék, többre, többre, friss a kürtös kalács, úgyhogy igen, friss egy illány. Kártyával 1002-es Lada színpadom, eladó. Színpadom most Jimmy Bohóc. Jimmy Bohóc. Persze, és az 1002-es ladás hirdetéseket, azokat 500 forintért olvasom be. Tehát oda jön, zsebembe teszi 500 forint, és akkor bemondom, 1-2-es Lada eladó, után vonulhor. Igen, háromkor gyorsulási verseny, igen. Aki még nem késő nevezni. Fontos, hogy a ladán legyen utánfutó, mert hogy vagy a utánfutó horog, mert az utánfutóban a disznót hát el lehet vinni. Az nem autó, nincs rajta, vonó horog. Nem, bármilyen meglepő, majd ha egyszer emberek lesztek és eljöttök egy ilyen helyre, nincsenek ilyen dolgok. Tehát, hogy ez annál egy komolyabb a fesztivál, meg nagyon jó kis programok vannak. Hát én néha persze beleteszünk ilyet kis apró pénzért, hogy valakit keresünk. A legszebb az volt, hogy oda jött. A szombaton van a nagy gyúrás, akkor van 600 csapat, és reggel 9:30, amikor még el se lőttük a rajtot, oda jött egy csutkarészek társaság, de úgy, hogy nem hitted el, tehát már másztak, hogy ők elvesztették a Zolit. Mondom, nem tudok vele mit csinálni, egy nem tudom ki a Zoli, másrészt meg, hogy nézz szét, tesó, körülbelül 40 ezer ember van bent, tehát hogy mit csináljunk. De hogy mondjuk be, hogy a Zolit ők elvesztették, mondom, gyerek a Zoli, tehát mert egy kisgyereket érted szívesen, meg nyilván ott segítesz, de hogy most felnőtt férfiakat kezdünk el keresni, akik valószínűleg részegen alszanak valahol, már reggel 9-kor, az szinte esélytelen a dolog, és aztán állítólag később este 10 felé megtalálták, de Zolinak nem hiányzott a csapat, jöttek oda másnap is elmesélték, hogy nagyon jól érezte magát. És akkor derül ki, hogy Zoli egy mangalica volt, és addigra feldolgozta. Egy másik csapat dolgozta fel. Igen. És ilyeneket nem kell bemondani, hogy feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a vatta cukrosnál. Ilyen de persze, nincsen. Persze. Igen, hasonló adottságokkal rendelkező édesanyját. Nagyon-nagyon ronda kisfiú várja anyukáját a vatta cukrosnál. Kérem, jelentkezzenek. Tehát ilyen nincsen? De mondom, igen, és azt is hozzákezdeni, és büdös a lába. Nyilván. Igen. A rendezvény sátor bal oldalánál üzemelnek a mobil WC-k, nem előtte. Hát az mindig van, egy ekkora fesztiválon olyan mindig van. Hogy kicsit beírtek egyébként a hallgatók, hogy találkoztak veled, és hogy nagyon kulturált, nagyon udvarias és nagyon jó fej voltál. Igen, igen. Vissza is kérdeztem. Feri! Biztos te vagy az. Te hallod. Biztos, de tényleg nem tévedsz. Nem ittam semmit, tartottam magam úgy, hogy jó volt. De szedsz valami gyógyszert, hogy mi történt? Nem szedek semmilyen gyógyszer. Nem, ha észrevetted Dél-Afrikában... Nem fér össze valamilyen gyógyszerrel az ital, vagy mi történt? Ja. Vagy Dél-Afrikában sem ittam, Dél-Afrikában sem ittam egy kortyot se. Zsülék boroztak, meg kérdezték, hogy kérek-e, mondtam, hogy nem. Hát én ezt csak a kézremegésedből vettem észre, hogy a harmadik napon már egyszerűen, hogy az egeret így fogtad, akkor pidődő... Vert a mikrofon. Igen, tikkelt hozzá a szemem. Kicsit a szemed így berángott, folyamatosan mondom, hát én gyerekek, valamit adjatok neki inni, nehogy aztán itt legyen rosszul. Úgyhogy én éreztem, hogy megpróbálsz erről lemondani, de láttam a tetszőtűnőteket. Ilyen helyen meg főleg nem. Az hozzá tartozik a kolbász készítéshez, hogy beveszel egy gyógyszert reggel, hogy egészséges legyél egész nap. Bírd a vérlátványát, bár az itt nem volt. Na jó van, szóval, hogy jó volt. Jó, akkor. Nagyon. Ez a lényeg. Várnak benneteket szeretettel jövőre. Mondtam, hogy a legszebb, hogy a Jani, hogy várja majd, igen, én is ezt mondtam, hogy a Janit el tudjátok képzelni, aki vegás, és így bármerre néz csak hús mindenütt. Hát rosszul lennél. Hát igen, ez nem egy vegetárián. Nem, amíg a vegadisznót nem találják föl, addig én ott nem leszek, de jó mulatás, jó szurkolás. Köszönjük szépen. Életünk kultúrák része, teljesen szimpatikus, nincsen ezzel semmi gond. Viszont mindenképp el kell mondanunk, hogy ugye az ünnepek alatt Balázs felrakta azt a képet, amit már nagyon sokan vártak az Instagramunkra, a száradó zokniaimat a fürdőszobában, a kádunk feleltése, hát meg én azt gondolom, hogy egy sikerdíjas fotóról van szó, mindenképpen volt elég sok időtök, hogy ízlelgessétek, de mondom, a középső inkább zsűre szabott méretű alsónadránk. Nem az enyém. Ismétlem, nem az enyém. Ő kapta a legtöbb szavazatot, idézőjelbe. Az nem az enyém. Persze. Az egy tartalék alsógatja. A stylist lánytól kaptam, mert persze. Én egy kicsit most átáztam. Megy a celebek ilyet hordanak, de én nem. Megy a mentegetőzés. Mi beszöktem a szobádba, aztán megcsináltam a fotót, fönn is van tényleg az Instagramon. Brutálisan növünk. Hihetetlen mennyien vagyunk már. És... hát igen, van egy kicsit nagyon ilyen szatyor méretük is alsónadrág. Igen, egy puttony. Egy puttony. Jó adom, ahogy nem a tiéd, mert persze nem. A kis zokni kis lógnak ott, fekete zoknik, szürke zoknik.
Nagyon szép, több fotót csináltam egyébként, egy pulóver lógott a zuhanyzóba, nem akartam elhinni, fogason egy zuhanyzóba beakasztva egy darab pulóver. Jó, ez nem egy kötött pulóver volt, tehát hogy csak pulóvernek nevezi, de valójában ez egy ilyen felső volt, tehát hogy egy ilyen tehát a fürdőszoba az úgy néz ki, mint egy ilyen bombatámadás, mindenhonnan lóg minden, 80 fokos a páratartalom, ahogy ezek száradnak, és a zuhanyzóba pulóver lóg, a törölköző tartón ugye lógnak az alsógatyák és az oknik. Már ha egy bombatámadás után egyébként válfára robbannak rá a különböző alkatrészek, meg különböző személyes tárgyak. És a mosdókagylóban pedig benne a dugó, arról is csináltam fotót, csak nem akartam elárasztani az Instagramot, benne a dugó, és ott pedig áztak valamilyen egészen fura színű pólók, vagy mik voltak azok? Az edzőcuccaim. Az edzőcuccok áztak a mosdóban, tehát a zuhanykabinban lógás, a törölközőn zokni, ott pedig edzőcuccok áztak, tehát pont a legjobb kormentem. Minden helyet kihasználok. A kádban nem volt semmi, a számomra meglepett. Én kicsit azt vártam, hogy a kád is félig telengedve vízzel, ott pedig mit tudom én, nem tudom, áznak a nagy kabátjai. Az nem gazdaságos. Az hogy nem gazdaságos. Mert hát abba kevesebb vizet kell belöntenem ahhoz, hogy ellepje minden. Jó, de abba, ha te a kádba tennéd a vizet, és ott taposnád, abban még este meg tudnád fürdeni. Folyamatosan mosok, ezért nincsen szükségem ennyi. De miért nem hívod át a Zsült, hogy még fürödjön meg abba a vízbe? Tehát, hogy azért itt lehetne. Nem hívom át, megkérem, hogy hozzá azt a vizet, amiben fürdik. Igen, tehát mit tudom, hogy lehetne egy ilyen, hogy 6-8-ig te a kádban ugye a pólókat mosod, 8-tól Zsül fürdik, fél 9-től Laci megy fürdeni, 9-kor még te, és én még 10-kor beleülök némi forró vízzel felöntve. Tehát lehetne azért is spórolni, igazából még nem használsz ki mindent. Hajnalban pedig kiordom a Szaharába. Igen, hajnalban pedig meglocsolod vele itt a kertben a virágokat. Na mindegy, szóval az Instagramon fenn vannak ezek a fotók, illetve pontosabban egy nem akartam nagyon sokat tenni, de érdemes megnézni azért, hogy hát még képet akarok, Balázs, kérlek. A puttony bugyi nem az enyém. Imádom, gyerekek, marha jó. A mosdós képet akarod még, mert az is van, tehát a mosdóban áznak a ruhák, illetve az edzőcuccok pontosabban, vagy szárad egy valamilyen megmagyarázhatatlan felső a zuhanykabinban. De én a póló mosdó azt én jobbnak. A mosdósat, lássuk a folyamatot, tehát lássunk az ember mögé, hogy zajlik ez a történet, mert most csak azt látjuk, hogy az oknik meg az a gatya, ami az kikérem magamnak. Jó tudom, hogy nem a tiéd, Jani, én is ezt nem mondanám egyébként. Ezt a gatyát senki nem meri elvállalni. Na most, hogy a stylist lány, aki egyébként egy egész másik szobában lakik, hogyan vitte be a te gatyáit közé az ő gatyáját, vagy a celebek gatyáját, azért ott egy kis magyarázatra szorulsz majd. Kint kaptam nagy tömegben. Világos, persze. És mindenkinek ilyen a gatyája kint? Igen. Aha. Hát talán a lányok én nem annyira, de Bunyos Pityunak biztos. Ez jó, gyerekek, ha szeretnétek, megkapjátok. Tehát, hogy egyet még legalább, de tényleg azt a mosdókagylósat, hogy lássunk a dolgok mögé, hogy hogy zajlik a sztori. Jó, hírek alatt felteszem. Jó, de senkinek nem ajánlom. Egyébként most azt vettem észre, hogy kezdi tönkretenni ez a szaponos kézimosás a cuccaimat, úgyhogy nem örülök neki, lehet, hogy új zoknikat kell vennem, mire hazérek, mert erőteljesen kopna. De az öblítő kiváló minőségű. Ilyen. Ja, vettél hát öblítőt is? Hát viccelsz, hát miért, mit gondolsz, csak úgy kimossa szappannal, és aztán úgy ott megszárad? Ez sose lesz ilyen. Komolyan mondom, ezt így látom, és már hülyén érzem magam, hogy berakom egy szatyorba, és elvisszük a mosóba. Egyébként, és egy-két óra alatt minden száraz. Tehát, hogy egész egyszerűen azt gondolom, hogy micsoda, hát mennyire nem féltem én a természetet, és milyen ember vagyok én, amikor így is lehetne ezt csinálni. Tényleg összegyűjtöttem szatyorba, Zsüllel elvittük ugye kocsival, aztán Zsüll volt olyan rendes, hogy hazahozta nekünk, és 2 óra alatt megvolt. Hát ez 200 kunáért megcsinálták. Ez egyébként, ami nagyon komoly, mint a 3000 forint. Illetve pontosabban nem is voltam ilyen 80 vagy 100, nem? Tehát a körül. Tehát ilyen 240 forintért vagy 500 forintért mosnak ki neked 6 kiló ruhát. Na, drágokkal én kipróbálkozok bent a szobában, de az ilyen apróságokat én mosom ki, és mondjuk az én szobámban azért bejön a takarítónő, és rögtön elkezdni mormolni magam, hogy mit már voltam. De nem volt még. Balázs, próbáld már ki az okni mosást, csak egy pár zoknidat most már ki. Na, miért? Hát, ha meglátod, hogy János nagyszerűsége miben rejlik. A Balázs legfeljebb abban menne bele, hogy én mossam ki az övét. De még abba se. Nem. Értem én, hogy fürödjünk egy kád vízbe 8-an, meg most védjük a természetet, mossunk zoknit. Én egy héten egyszer elmegyek a kis tisztítóba, és kimosom, nem fogott egy kis dzsuvás zoknit, ott a kis kezecskéddel ott súrolod, szappan, hogy hova teregeted? Egyrészt hogy néz ki egy szállodai szoba, ahova teregetsz? Tehát, hogy nem, hát őrizzük meg a méltóságunkat, nem? Tudjuk, hogy hogy kell. Bocsánat, majdnem kiköptem az zabot.
őrizzük meg a méltóságunkat. Legyünk európai kultúremberek, vigyük el a... Leesik a fehér aranygyűrű a kezünkről, hogyha kimosuk a serzokat. Nem, én azt mondom, hogy ne teregessünk szállodai szobába. Tehát a szállodai szoba nem arra van, hogy teregessünk. 6 hétig itt lakunk, ez az otthonom. Nem akarom ezt a vitásdobozt újra kinyitni, nem akarok már kampányolni az európai viselkedés mellett. Továbbra is azt gondolom, hogy nincs helye a szállodai szobában lógó alsógatyáknak, zokniknak, azt oda kell adni. Maradjál most, már beszélnek rólam a takarítanak, ők is ilyen férjet akarnak, csak nagyobb is feketét. Igen. Valóban már a csodájára járnak, de azt gondolom, hogy nem. Tehát egy szállodai szobában úgy kell viselkedni, ami adott egy szállodai szobához. Tehát ahogy az étterembe se visszük le a spárba megvásárolt kajánkat külön, hanem akkor elmegyünk külön lenni, nem teregetünk zoknit ventilátorra, nem tudom, miért nem tesszük ki a kolbászt a ventilátorra, érted? Na, de ki a kolbászt? Ne, a kolbászt kitesszük. De miért ne tennénk? Pontosan, ráadásul tegyük. Ráadásul mondom, tényleg 400 forintért mostnak ki 8,5 kiló ruhát úgy, hogy meg is szárítják neked, és 2 óra alatt készen van. Nem tudom, nem vagyok híve az ilyen típusú, nem tudom, környezet szennyezés. Prolivírcsapnak. Spórolásnak. Hívjuk ezt a dolgot tulajdonképpen bárhogy, hogy bármilyen oldalról közelítjük. Én szeretem, hogy János egy ilyen analóg srác ebben a digitális világban, de én továbbra is azt gondolom, hogy adjátok nekem a szennyest, én elviszem, kimosom, de hogy előbb vágnám le Zsül. Mit van még? Már sok mindenre nem marad. Semmilyen. Igen, az orr és a fül cimpáit talán. Zsül balor cimpáját, mint hogy egyébként mossak, igen. Tehát, hogy de vannak más érdekességek is, mert közben pedig azért a hallgatók küldhetnének nekünk apró praktikus tanácsokat, hogyha van brutálisan horkoló ember a családban. Na ki az? Akkor mit lehet azzal csinálni? De nem, egyáltalán nem akarom kibeszélni, hogy ez a Zsűr, és nem, de hogy tényleg nem akarom elmondani, de a gyerekek azért, szóval komolyan mondom, ez egy népbetegség. Figyelj, áthallatszik hozzád? Az csak hagyjál, hogy áthallatszik, nem hallatszik, nem ugyanazon az emeleten alszunk, de egy téves dekodolásnak köszönhetően, amit ma igyekszünk helyre tenni, Zsűr és Laci egy szobába keveredett. Hát, ha ismerik valaki a két embert, ők együtt töltötték ezt az éjszakát. És ez szerintem egyébként nem csak rájuk igaz, hanem mindenkire otthon, akinek olyan párja van, aki brutálisan horkol, mert hogy szerintem erről abszolút lehet beszélni, hiszen emberek ezrei, tízezrei egyrészt szenvednek maguktól, hiszen nem tehetnek róla, csak reggel mondják neki. Kettő, ugye, akik ezt átélik és aludni nem tudnak, szerintem egy rémálom maga a pokol. És egy brutális rémálom. Az. Na, hát Laci volt olyan aljas, hogy felvette. De szemét vagy, Laci! Laci, hogy a kollégádat árulod el, nem már! Hát valamivel mulatnia kellett az időt, amíg nem tudott aludni. De ez nem egy intim dolog. Hát van, aki is horkolok, rám szokott szólni a vikinia, hogy ne, tökre bánt, mert az ember nem tud mit csinálni, aztán mióta megműtötték az ormandulámat, azóta ez eltűnt, hál' Isten. Ennyi. Szóval, hogy ez... Meg Laci kíváncsi volt rá, hogy, hogy vajon hol fér el a mi zsűlükben az a benzines aggregátor, aminek a hangját egész éjjel hallott. Na, azt mondja, hogy... Húzd le, Benet! Ez a legjobb! Mit csináltad? Te pakoltál közben? Nem, egy zacskót keresett a fejére. Na, hát így horkol. De nem csikiszted közben? Kicsit olyan volt, mintha egy ilyen irgalmatlan nagy macska dorombolna. És nem is a horkolós rész, hanem a beszívás a szörnyű, hogy a levegő kezd, ugye? Igen. Hogy utatör befelé a levegő. Én hallok olyan családokról, ahol egyébként a nők külön alszanak. Hallok olyanokról, akiknek kénytelenek voltak külön hálószobába menni, mert hogy egyszerűen brutális módon horkol vagy a férfi, vagy a nő. Hogy mit lehet csinálni? Igaz-e az a legenda például, hogyha tapsolsz egy nagyot, akkor a horkoló megijed, és kijön a mélyalvási fázisból, és abba adja. Te próbáltál valamit, Laci? Nem próbáltál semmit? Nem lökted meg? Vagy befogod az orrát, azt is mondják, hogy ilyet kell csinálni, hogy odamész hozzá, befogod az orrát, vagy megcsikized a talpát, vagy gyufát raksz a lába közé, meggyújtod. Az a legjobb, hogy gyufa. Megérinted az orrát. Tehát ma már nem valószínű, hogy együtt fogtok aludni, de hogy tehát ez tényleg nagyon meg tud keseríteni akár egy párkapcsolatot is, ahol az egyik fél horkol. Én nagyon sok
barátomtól vagy ismerősömtől hallom, hogy van egy-két nő a csapatban nálunk, aki úgy horkol, hogy konkrétan elkezdik verni a radiátort a szomszédok, ha éjszaka mondjuk egy mély alvási fázisban van, és nagyon elkezd horkolni. Azért ez egy nagy teher, nem? Ezt is főleg hölgyeknél. Most képzeld, amikor összejöttök, mert mondjuk pár év alatt kialakulhat egy ilyen dolog, de hogy összejöttök, és egy csodálatos nap, egy csodálatos éjszaka, érted, és akkor szépen mindenki így elernyetten ott fekszik a fáradt, és egyszer csak azt hallod magad mellől. Jó, mondjuk egy jó, ha ezt hallod, akkor egy varacskot hallasz. Azért ott kisuransz gyorsan a cuccaidért, és meglépsz a lakásból nem, nagyon nem, gyorsan. Itt makkot szórok elé, és felébreszt. Igen. Nem megyem el már ébredten, ha úgy állt. Igen. Szóval, hogy ez egy nagy... Nálatok horkol valaki, Feri? Van, nem, hála Istennek. Senki? Nem. Én, hogyha... Te se? Hát akkor, amikor olyan nap van, tudod, hogy úgy jövök haza, tehát viszonylag sűrűn este... Kicsit akkor, beesik a nyelved a garatba, akkor... Igen, amikor elfáradsz, fogalmazzunk így, amikor elfáradsz, és a legrosszabb az, hogy a háton fekvés hozza kiállítólag a horkolást. Tehát ha a háton fekszik a delikvens, most az orrbefogás az időlegesen jó, mert amikor befogad az orrát a mellettet horkolóknak, akkor van egy ilyen fölhorkanás. Gyorsan fölébred, elkezd, mondod neki, hogy fordulj oldalra, drágám. Már nem most érted, hanem akivel együtt alszol, mint te egy régi időben. Ezzel Zsül is, illetve Laci is próbálkozott. Fordulj arra, drágám. De semmi. És de akkor semmi. Mondjuk 2 percig csend van, ezek után ő visszadől a hátára, és ugyanúgy fog horkolni. Igen, a forgatás az nekem is működött. Volt gyerekkoromban egy olyan családtag, most nem akarom kibeszélni, hogy ki ő, aki nagyon hangosan horkolt, és mi a bátyámmal azt csináltuk, hogy megemeltük. Tehát ő se tudott aludni, én se, egy szobában aludtunk, fogtuk, és akkor átgörgettük az egyik oldaláról a másikra. Egyébként ez ilyen 10 percig segít, tehát 10 percig fönn van, kicsit mocorog, azt hiszed, hogy abba hagyja, kezdesz el aludni, ráfeszülsz arra, hogy nem tudsz aludni, de majd most abba hagyta, gyorsan el kell aludnod. Ugye vannak, akik horkolók mellett aludnak, ők ismerik ezeket a stádiumokat, hogy elkezded magad belehergelni a szünetben, hogy most kell elaludnom, igen, most igen, abba igen, igen. El kell aludnom, gyorsan siess, most nem. Bealszol egy kicsit, már majdnem alszol, és abba a pillanatot. és kezdődik minden előről. Megint felkelsz, átforgatod, átmozgatod. Megint abba hagyja, elindul egy ilyen jaj, gyorsan el kell aludnom történet, ugye hergeled magad, hogy aludjál, aztán amiatt nem tudsz elaludni, megint pont elaludnál, megint ott, hogy és bejön egy ilyen kapóca járásba, megérkezik a horkoló, és ez így megy egész este. Aztán párnát raksz a fejedre, és aztán külön szobába költözöl. Így, vagy kint a kádban kelsz föl reggel. Vagy ő kell föl kint a kádban, igen. Vajon hány magyar háztartás lehetett? Ez egy ilyen magyar népbetegség? Nem hiszem. Erről azért én nem olvasni, hogy ez csak mondjuk a horkolás, az népbetegség lenne. Azt szerintem lehet egy csomó minden oka, vagy lehet egy csomó minden miatt, nem? Biztos, hogy nem. Bár a túlsúly állítólag az sokat dob rajta. Én nem tudom, mert ez már régen volt, de állítólag a túlsúlyosak jobban horkolnak, vagy könnyebben, hamarabb kezdenek el horkolni. Az állítólag megvan. És tudod milyen, amikor megijesztesz egy elefántot tapsolással, tehát ha ott egy nagy test megindul, az veszélyes. Igen, akkor azért ott érdemes beszorul egy picit a sarokba, aztán kivárni a végét. Apa! Azért, az mennyivel szebb, mikor a lány, mikor nevet és horkant nevetés közben? Ja, de akkor nem alszik, az mondjuk engem nem zavar. Tehát az mondjuk jó, amikor úgy nevet. Ez tényleg nagyon jó. Én azt bírom, nekem az a nincs baj, mert arról azt gondolom, hogy olyan, mint amikor jó ízűek. Szerintem az semmi. Akkor az az érzeted van, hogy jó ízűen nevet. Miért a cuki, nem? Tehát az a jó ízűen nevet. Nem, mert most kezdesz átesni a ló túlsoldalra. Nem, tehát nem ez a... Tehát nem ez, mert akkor már ott hogy gyorsan örül körülötte a plac. Igen, de amikor ébren van, az kevésbé kiábrándító. Na, drága hallgatóink, biztos, hogy rengeteg olyan hallgatónk van, akinek a párja brutális módon horkol. Mik a tippek? Mik a bevált módszerek? Forgatni, lábacsikizni, meggyújtani az nekem tetszett, amit mondtál, a meggyújtani. Igen, gyufát tenni a lába közé. Fűszer leperzselni. Igen, fájdalmat okozni, tapsolni a feje felett. Igen, nagyon sok praktikát. Mamához visszaköltözni. Igen, írjátok meg, hogy mit csináltok, jó? És azt is írjátok meg, hogy ha női horkoló van a csapatban, akkor ő másként horkol-e?
mert azt mondják, hogy a női horkolás is legalább annyira brutális tud lenni egyébként, mint a férfi horkolás. Tehát, hogy ne gondoljuk mi férfiak, hogy annyira durván horkolunk, mert van egy-két nő, aki állítólag, tehát konkrétan ráhívod a katasztrófavédelmet. Úgy, igen, úgy horkol. Jó? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, a horkolásról beszélgetünk, mint népbetegség, hogy kinek milyen módszere van, és hát látjuk azért, hogy rengetegen szenvednek ettől a kisebb banálisnak tűnő dologtól, mert mindenki mosolyog, amikor azt mondja, hogy valaki horkol, viszont amikor együtt kell élni egy olyan emberrel, aki masszívan horkol, az maga a megkeseredés, ahogy kiderül az SMS-ekből is, rengetegen próbálnak ki különböző módszereket, ki üti, ki szurkálja a férjét, vagy a feleségét, ki tapsol. Hihetetlen SMS-ek vannak, csak szemezgetve egy-kettőt. Azt mondja, hogy egy jól elhelyezett ütés az orra alá, aztán nyugodt az éjszakád, ezt Lénárd küldte nekünk. Üdülésünk alatt külön-külön heverőn pihenve, és mivel nem értem el a kezemmel, ezért egy lépcsapóval próbáltam elhallgattatni a rohadékot. 12 éve megszabadultam tőle, ezt Angi küldte nekünk. Itt van egy kis... Igen? Úgy érzem, hogy Andiban van egy kis gyűlölet a volt párja iránt. Nem? Az előbb igen, olvasott. Kicsit utálja a párját, igen. A mama annyira horkolt, hogy felébredt a saját horkantására, és körbejárta a házat, hogy hallotta a betörőket. Nagyon jó. Ezt képes volt naponta eljátszani, mert nem volt hajlandó elhinni, hogy horkol. Ki van itt? Ki az? Halló? Hallottam? Igen. Cicegni kell, mint a malac etetés előtt, írja Ildikó. Azonnal abba hagyja. Aztán egy másik SMS. Én állítólag nem horkolok, hanem ordítok éjjel. Oh. Ortapasszal meg olyan hangokat adok ki, mint egy VRC alapjáraton. Mi külön alszunk, Imi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Azért ez milyen durva, már külön kell költözni. És ráadásul az ortapass sem segít, sőt, még ront a helyzetet. Igen, még rosszabb lesz. A férjemet rugdosni és bögdösni szoktam. De volt olyan is, hogy ráordítottam, pontosan akkor kezd el horkolni, amikor elaludnék. B küldte nekünk, nem merte aláírni. Higgyétek el, nincs szörnyű bannál, amikor a saját horkolásomra ébredek, és még jól meg is ijedek tőle. Tünde küldte ez nekünk Tiszavasáriból. Az milyen, amikor fölébredsz, hogy hallasz valami hangot, vagy tudod, hogy a horkolásodra keltél? Valami állat van a szobában. De tudod, hogy ott a saját horkolásodra kelt? Nem, szerintem arra ébredsz, hogy nem kapsz levegőt. Az a horkolás miatt, ugye hátra esik a nyelvgyök, és akkor nem kapsz levegőt. Na jó, de fölébredsz egy, az oké, de fölébredsz egy hangra, azt te tudod, hogy a saját hangod, vagy tényleg megijedsz, hogy hallottál valamit? Tehát, hogy milyen lehet, amikor a sajátodra kelsz föl? Ugye a mama, aki körbejárt, mert azt hitte, hogy betörők vannak. Hát neki nem esett le, hogy ez a saját horkolása. Igen. Valaki azt írja, hogy hústűvel a jobb oldali tüdőt meg kell szúrni a laterális oldalon. Na, ez korrekt gyógymód. Dr. G. küldte nekünk, köszönjük szépen. Nálunk a férjem a nagy horkoló, de annyira, hogy ő a földszinten, mi az emeleten alszunk, és még így is hallani. Nincs mit tenni. Ha fel is ébresztem, a következő 8 másodperc után megint kezdődik. De jó Isten, mekkora csapás lehet. Azt mondja, az apám szokott horkolni, vele alszom egy szobában, de olyankor egy hanyag mozdulattal belerúgok a szekrénybe. Felriad, és már nem mer visszaaludni. Ajánlom mindenkinek. Igen, szegény pater. Komoly terrorban van. Bence küldte nekünk. Nálunk a külön szoba vált be, írja Zsú. Én a kórházban minden este mankóval ütöttem az öreget. Azt írja Barti, hogy ordítva horkol. Na de ott már tényleg mi lehetett végső elkeseredésben? Igen, az már nagyon szomorú helyzet, igen. Az én páromnak befogtam az orrát, reflexből olyan taslit kaptam, hogy csillagokat láttam. Megtanultam horkoló ember mellett aludni, puszikata. A horkolót óvatosan lerúgod az ágyról, oszt jó van. De óvatosan ám. Mehessen nagyot. Mama, nagyon jó az SMS, mama a szomszéd szobában fejét a falnak támasztva aludt. Horkolt. Bátyámmal azt hittük, papa fúrja a falat. Ákos küldte nekünk, aztán egy nagyon hasznos kis jó tanács. Teniszlabdát kell varni a pizsi háta közepére, mert csak háton horkol az ember. Igen, ezt sokan mondják. Egyébként ez egy jó ötlet. Teniszlabdát varsz, ugye a pizsire, ráfekszik, kényelmetlen nyomja, és mindig vagy oldalra fordul, vagy hasra fordul. Képzeld, igen. Már átmegy a szobán előtted a párod, a feleséged, és egy teniszlabda van a hátára, igen. Van, nem át. Milyen szép az együttélés, milyen ugye? Szép a szerelem. Megint nem a teniszlabdás pizsomádat vetted föl, légy, és öltözzél át, mert rohadtul fogsz orkolni. Itt van egy utolsó, gyönyörű. Apámra kiabálni kellett, hogy kussolsz!
És akkor nyertél egy másfél percet. A lényeg a tisztelet. Amikor, amikor a saját apádra rájövölt, ez kussolsz! Zsoszlár! Belerugsz még egyet, érted? Hol a tisztelet? Hol a szeretet, érted? A saját apádra rájövölt, ez hogy kussolsz, nyersz másfél percet, a másfél percet megpróbálsz elaludni. Azért milyen szép ez a horkolás, ugye? Gondolhatja valaki, hogy nem közügy. Hát mindenki szenved. Vagy azért, mert te horkolsz, vagy azért, mert nálad horkol valaki. Csodálatos. Saját apádra ráüvölt, gyönyörű. Ez közelebb hozzá a családot egymáshoz, egy ilyen jó kis horkolás éjszakánként. Kussolsz. És vajon tudja a papa? Tudja a papa, hogy ezt szokták neki kiabálni? Nagyon sokan egyébként szenvednek ettől, hogy tudják, de nem tudnak mit csinálni. Szóval ez egy olyan típusú népbetegség, ami egyben bántja is az embert, ha valójában horkol. Mert reggel ugye szemrehányó pillantások közepette mondja el neked a család, hogy horkolsz. Szégyelled magad, nem tudsz rajta változtatni, és ott van 3-4 ember, aki miattad nem tud aludni. Ennyi. Tehát aki horkol, legalább annyira szenved másnap reggel. Viszont az éjszakát neked kell ugye végig szenvedni. De azért az jó, hogy ott van a faterod, tisztelet, becsülöd, imádod, egy köztiszteletnek örvendő ember, és akkor éjszakán kell. Kossasz! A saját apádra, aki kiszolgáltatottan egy ilyen kis boxeras volt. Így alszik, ugye? Ahogy nem akarod látni a saját apádat. És azért még nyomatékos tőle, hogyha a fejhez vágott klumpába. Füldugó, az segíthet ilyenkor? Az jó megoldás? Jó megoldás, hát Janit kérdez, hogy ő használja. Te az orrába dugod? Te alszol ilyen füldugós. Igen, megoldása. A füldugó az mindenképpen jó. Igen? Mindenképpen jó. A hagyományos szivacsos munkavédelmét nem ajánlom, az igazából az csak egy szükségmegoldás, viszont vannak ezek a nagyon jó minőségű viaszos füldugók. Kiváló. Konkrétan kiragolhatják a lakást. Bármit csinálhatnak, le is bonthatják a házat, és kimaradhatsz ott a rizére, a puszta pőre alapon egy ágyon. Most is hoztad, itt van nálad? Hogyne volna, persze. Nem van még a fülében. Képzeljétek el, hogy itt nincs akkora hangzavar. Tehát, hogy nekem itt nagyon nyugisak az éjszakáim olyan tekintetben, hogy nincsen vele probléma. Itt azt szoktam, hogy ilyen szendvicsbe rakom a fejemet, hogy egy párnára ráfekszik, és egy másik párnát pedig a fejemre rakok. Nem, várj, Jani, ne kérlek! Ne. Mert szeretem. De párnával a fejeden alszol. Aha. De milyen incaj a folyosón? Hát egymás mellett van a szobák. Azért viszonylagos van. Én szeretem, hogyha döngicsinek ott körülöttem, meg zümmög. És ráfekszel egy párnára, és egy másikat pedig rárakok. Esze. Nagyon aranyos kis szendvicsben van a fejem. Jézus! Atya úristen! Na jó, nem is akarok belemenni. Jól van. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Valaki még írja nekünk SMS-ben, nem a kezelésen kell gondolkodni, hanem a megelőzésen. Első randin azzal kell kezdeni, hogy horkolsz. Igen. Egyébként jó megoldás. Igen. Halló, jó reggelt! Hello Afrika, hello Budapest! Hello Zsófi! Hello Zsófi, honnan hívsz minket? Debrecenből. Te is? Az előző játékosunk? Mi van? Nik is Debrecenből volt az előző játékosunk, aki ugye közjogból vizsgázott. Debrecen ellepett minket, igen. Mit csinál Zsófi, mivel foglalkozol? Hát éppen veletek beszélek, fekszek az ágyba és várom, hogy játszhassak. Ó, de jó neked, te még így 8 óra előtt néhány perccel ágyban vagy? Hát az nagyon, nincs nagyon iskola, jó. Nincs mert 16 vagyok, szóval. 16 éves vagy. Igen. Idősebbnek gondoltalak a hangod alapján. Jól van, Zsófi, figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Hallgass meg. Ez inkább egy francia buldoghoz hasonlít. Ha Beru néni így horkolott, nagy a baj. Vagy nem lehet, hogy ez Zsül hangja? Nem, Zsül nem így horkol. Igen, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Na, na, na. Ajjajjajjajjaj. Ajjaj. Jön még egyszer, figyelj. Na, na, na. Azaz. Aha. Jól érzed, ez egy dal. Igen. Jöjjön még egyszer? Igen. Figyelj. Na, na, na. Semmi. Semmi. Jó, kivettük a bögrét, nem baj, jön egy hosszabb részlet, be fog ugrani, figyelj. Na, na, na. Na, 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 na. Ó. Nem a te korosztályod, nem, igazán. Nem, nem, nem a te korosztályod. Nincs meg? Nincs. Megmutatjuk még egyszer, figyelj, háta. Na, na, na. Na, 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 na.
Na. Mm-hmm. Semmi? Semmi, mint aki kapcsolat van az agyam, teljesen. Hát, igen, nem a te korosztályod egyébként, igen. Jó, mutatjuk akkor az eredetit. Figyelj, ez lett volna. Nézd meg, hogy hallgass meg. Változnak az éjszakok, rossz idők. Balázs Fecó. Balázs Fecó, ismered őt, vagy hallottál róla? Hát, talán így ismerős a dal, de sose jutott volna eszembe. Aha, de Balázs Fecót, mint előadód, ismered egyébként? Persze. Ismered. Jól van. Hát nézd, ez a dal pont kétszer olyan idős, mint amilyen te vagy. Ez körülbelül egy 30 éves dal. Igen. Jófi, nincs ajándékcsomag, de nem volt szerencséd, ha valami kicsit fiatalosabb dalt kapsz, akkor meg lett volna. Ez nem a te korosztály, ezt inkább a szüleid hallgathatták régebben. Igen. Kár. Igen. Zsófikám, sajnáljuk, nincs ajándékcsomag. Köszi a játékot. Sziasztok. Hello. Puszi, ciao, hello. Kicsit megutált minket a végére. Nem utált meg, de... Hello Magyarország, sziasztok. Picit elszontyolodott. Klasszik kamasz, nem? Tudod, egy perc alatt a szülei ellen fordul. Apa, úgy szeretlek, mehetek moziban? Nem. Ha, gyűlöllek. Na, anyám, sokkal jobban szeretnék téged. Anya, mehetek moziban? Nem. Igen. Mind a kettőtöket. Klasszikus, abszolút. Na jó, van 5 perc, pontosan 8 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrika! 8 óra múlt pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Hello Feri Budapesten, hello Jani Dél-Afrikában. Szia Beto! Így van, hello Bali, neked is. Itt hasonló az idő, mint otthon, csak annyi, hogy most már azért ilyen 20-25 fok különbség van. Lassan büszkélkedhetünk azzal, Feri, képzeld el, hogy kisüt a nap, holnap már, ha minden igaz, egy fényes, valamilyen csillogó kis égitestet látunk majd az égen, a felhőktől, mert hogy 4 napja folyamatosan be van borulva és esik az eső, de jön a jó idő, és 30 fokot mondanak. Úgyhogy egyre jobban elszakadunk Magyarországtól. Bizonyára. Egyre nagyobb a kontraszt. Tovább barnulhat majd a nyakam fölfele. Igen, továbbra is olyanok lehetünk, mint a kamionsofőrök, hogy póló alatt, ugye, meg a nyakunk, körülbelül ennyit tudunk napozni, de egyelőre jön a jó idő. Viszont ahogy látom, egyébként Magyarországon is megérkezik már nem az indián nyár, azért az már barokkos túlzás, de egész hétre 10-12 fok napsütés, és ugyan most még ködés 5-6 fok Budapesten, de jön a jó idő, és egész hétre ilyen nyugodt, őszies időt mondanak, legalábbis ezt olvasom. Napsütés. És ezt hol olvasod? Ezt te írtad? Mert itt mindenki azt mondja, hogy 4 fok a maximum mára. Na most elmondom neked, hogy 12 fokot ír nekem délutára. Király, meglátjuk. Jó, örülök egyébként. De Zsűl is ezt mutatja jó, neked. Hát jó, Zsűl, hagyd meg. A kedden 12, szerdán 11-12 fok, tehát körülbelül ez lesz a hőmérséklet, erre kell készülni, ez a tipikus reggel még nagyon hideg, este nagyon hideg, napközben még talán egy kicsit melegebb, de már nem az indián nyár típusú idő lesz majd. A kékestető északi sípályáján pedig jelenleg süt a nap. Köszönjük az információt, János. Köszönjük szépen. Ilyetek, jön a tél, gyerekek, én beízítom a legfrissebb információkat. Azt természetesen a kékestetőről. De szóljál, majd ha hó van, vagy ha megnyíltak a sípályák, akkor. Mert akkor fontos, most még egyelőre, ahhoz kevés hó van. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy mi a helyzet az utakon. Nagykörösön mérik a Cegléd utáni érkezőket a konzervgyár előtt, egészen pontosan, úgyhogy mindenki figyeljen. Trafi az M1-esen Budapest felé a 142-es kilométernél. Ezt is most kaptuk SMS-ben. Lassú haladás a 10-es, illetve a 11-es úton, mint minden reggel. Kicsit egyébként kevesebb a közlekedés hírünk. Nagyvázsonyban Mikulás fotózik, december 6-ára meg is jön az ajándékcsomag. Ezt Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ezek a legfrissebbek egyelőre, kicsit kevesebb ma a közlekedés hír, de ma valószínűleg olyan nap van, ahol kevés a baleset, nincsenek nagy történések, és ez abszolút így jó. Plusz csak mondom Balázs, nektek, hogy őszi szünet van, úgyhogy a gyerekeket nem kell iskolába vinni, az is sokat dob szerintem a közlekedésem. Tehát a nagy dugó az azért nincs. Ja, hát azért, mert sokkal kevesebb a közlekedés, mint ami szokott lenni. Ez az oka. Őszi szünet, ez mennyi? Egy hét ilyenkor? Uh-huh, igen, már múlt héten elkezdődött, ugye a 23-ával, tehát csütörtöktől nem mentek, és a jobb helyen ezen a héten még nem is kell menni. Másfél hetes szünet van? Nekünk volt ez ilyen? Nem volt ilyen. Nem. Akkor még amikor mi voltunk, akkor volt a nyári szünet, meg volt talán a tavaszi szünet volt, arra emlékszem, de őszi szünet nem nagyon volt. Téli szünet volt, amikor ugye elmehettél valahova. Hát nyilván nem mentél sehova, de hogy lehetőséged lett volna. Hát a téli szünet nem az volt a szünet, nem volt. Az a karácsonyi szünet volt, egy tavaszi szünet, de őszi nem. Most másfél hét van.
Hát csak mondom, hogy mi annak idén, és Feri is emlékszik, nyilván meg a mi korosztályunk, mi szombaton is mentünk. Bizony. Iskolába. Ugyan tök hát fölöslegesen, de mentünk. Igen. Na mindegy, szóval akkor ez a, ezért a kevesebb közlekedés. Zalaegerszegen már 12 fok van, ezt Dávid küldte nekünk. Balázs, most kapcsolódtam, mert nem tudom, beszéltetek-e róla, vagy láttad-e már a Facebookon, azt írják rólad és Vastag Tomiról, hogy biszexuálisok vagytok, védd meg magad. Igen, Niki. Vastag Tomi, nem az! Az a baj, Niki, nagyon jó, hogy írtad, abszolút meg is tudnám magam védeni, csak pont tegnap éjjel 4-kor rúgtam ki a szobámból a pincérsrácot, és János pedig pont akkor jött, és szemérmesen megpróbált elnézni, és csak beszólt a szobába, hogy Bali, minden oké? Okay? Mire én visszaszóltam az Zoenzóból, hogy most már igen. Ezek után az a baj, hogy hiába csak próbálnám ezt cáfolni igazából, hát János itt ül mellettem, és nem akarna velem. Próbáltam oldani egy kis lazasággal a helyzetet, nem volt könnyű, úgyhogy csak azt tudtam kitalálni, hogy banánflip ilyenkor, ráadásul csoki szósza. Úgyhogy Niki, megvédeni magam, de nem tudom. Nem tudom. Tomiról kevesebbet tudok. Én hidd el, hogy megvédeni magam, ha János nem járkál a 4-1-kor a szobám előtt. És látná, hogy ki, szoktam egyébként nézegetni a szobával. Ahogy zaj van, megyek a kis kimlőnyíráshoz, és csekkolok. Egyszerre két szobát tudok csekkolni folyamatosan, Balázsét, és komolyan, a kreatív főszerkesztőnként. De komolyan olyan vagy, mint egy házsártos öregember. Zoknit teregetsz, párnával a fejeden alszol, és kukkolsz. Tehát, hogy egy szállodában eszembe nem jutna oda menni a kukkolóhoz. Semmi sem történhet annélkül, hogy én ne tudnék róla. Te vagy Nelsprüt házmestere. Te vagy itt a szállodában a mindent intézve. Rend a lelke, mindenek János vagyok. De mi kinézel, és akkor látod, hogy ott valaki elmegy előtted, és akkor megnyugszol, hogy minden rendben, vagy miért nézel ki? Eszembe nem jutnak ki, hallom, becsakodik az ajtó, valaki járkál a folyosán, majd elmegy, de mi kinézelés? Aha, és általában nem látok semmit, mert valamikor már bemennek, mert ugye az ajra indulok el, és nem vagyok elég gyors. A szobád előtti... Akkor úgy fogom csinálni, hogy először bekopogok a te szobádba, és utána megyek be az én szobába, és akkor ki fogsz érni. Most úgy csináljuk, mint hogyha nem tudnátok, hogy a kukkolás az önmagában az egy akár hungarikumnak is lehetne nevezni. Mindenki ismer kukkolani néked bácsikat, én is ilyen vagyok, egy picit megmondom őszintén, úgy tűnik, ez már a korral jár, kezdek beleírni ebbe a műfajba, hát én oda megyek. Meg marhára tetszik, hogy ott van ez a kis luk. És akkor így belenézhetek. Akkor fogok beszállni, hogyha valaki majd visszanéz rád egyszer. És amikor én átkopogok a szobádba, akkor is először a lyukon nézel ki? Uh-huh. Mitől félsz, hogy betörő? Nem. Vagy hogy valaki jön, tehát itt bejön? Bekopogsz, és akkor olyan, miért már meg turkálja az órát? Mert én, ha hozzám bekopog valaki, akkor kiintom a szoba ajtót. Te kinézel először a leselkedőn, hogy persze, ki akar, megnézem. Nehogy valami idegen legyen, vagy nehogy egy tolvaj? Ne, vagy, mert hogy a lakásban kinéz az ha ember, az oké? Ha hozzá, nem megyek ki. Ja, értem, ott állsz a kis fecske alsóba, és amikor bekopogok, kinézel, és látod, hogy a vali, most nem nyitom, és akkor visszamész lábújhegyen. Visszamegyek, és elbújok az ágy mögé. Jó, megvan, mi lesz a következő. Csináltatok egy kártyát hozzád, mert hogy egyébként tudok csináltatni. Be fogok először kopogni, elbújsz az ágyad mögé, és utána bemegyek írtani a szobába, és látom ott lapul. A biztonsági zár meg fogok akadályozni ebben, hiszen mindig ráfordítom, ha benn vagyok a szobában. Ráteszed a biztonsági zárat. Persze. De mindenhol hol vagyunk? Nem fognak betörni a szobába. Miért teszed rá a biztonsági zárat? Hogy? Ha nem törnének, vagy nem kellene ettől félnünk, hát de miért? Akkor nem lenne biztonsági zár. Ha minden ajtón van, hát biztos azért van rajta, mert hogy ez indokolt, nem? Bemész ha meg a rajta van, és bezárod magad? Persze. És szerintem mind a kettőt, tehát van egy ráfordítós, meg van a ráakasztós. Mind a kettőt bezárod, ugye? Ha nem tartanak semmitől, akkor miért van rajta? De mi az oka? Tehát az, hogy ők fölszeretik, az oké, de te mitől félsz? Hogy mi történik egy 300 szobás szállodában velünk? Tehát ki jön be? Takarítónő. Bárki. Hogy bárki, ez egy szálloda. Hát ha ott van az ember ráakasztja, akkor azért akasztja rá, mert a lépcsőházból bárki bele. De akkor miért van? Értem, akkor magyarázzatok meg, hogy miért van az ajtón. Ha nem lenne, nem érted, hogyha mit tudom én, egy izé lenne, egy szőnyeg lenne ráakasztva, vagy mit tudom én, egy tolóajtó, akkor nem törődnék vele. De hát van rajta két zár. Biztos azért rakták rá, hogy ezeket a zárakat használjuk. Jó, de érted, ilyen alapon, ha elraknak egy poroltót, azért nem azért van ott, hogy mindenféleképpen használ, csak esetlegesen. Tehát most ebbe igazad van. Mondjuk nem kivinám szét minden este a szobámon, csak azért, mert ott van egy poroltó. Na jó, szóval, hogy bezárod magad. Na jó, majd erre is kitalálunk.
kitalálunk valamit, hogy hogy tudok betűnni. Te is bezártad magad, amíg itt voltál, Feri? Hát amikor mondjuk napközben elmész például fürdeni, akkor ráakasztod, hogy nehogy a takarítónéni bejöjjön, és meglesse a csúnyádat, de egyébként éjszaka nem. Hát minek? Mi a francnak? Van portaszolgál, csak nem engednek be szörnyű éjszaka alakokat. Legkiszolgáltatottabb helyzetben. Mondjuk Feri, a füldugóval, párnával a fejeden alszol, úgy én is bezárnám magam, mert egy zsiráf is bejöhet a szobádba, se alá. Úgy mondjuk megértem. Igen. Csorda is. Igen, na mindegy. Jól van, oké, annak ellenére, hogy őszi szünet van, küldjetek azért közlekedést, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Jól mondok még egy-kettőt, mert hogy jött trafi a Mecséri elágazó után Győr felé, ez ebben a pillanatban esetben, illetve van egy a 13. kerületben a Váci út 62 előtt, de szintén trafi, a kifelé haladókat mérik, Akrobata küldte nekünk, valamint a 86-os úton mérik a gyorshajtókat Szombathely felé egy kis buszból. Felvétel közben az egyik brunyált a kocsi mellett. Hát neki is kell. Na, hát ez egy, igen. Érted, ők is csak emberek. Igen. Is a hólyag. Sziasztok, Feri, a hétvégén még Csabán volt? Hogy ért már oda Afrikába ilyen gyorsan? Kérdezi valaki smiley-el nélkül. Ez számunkra megdöbbentő, de válaszoljunk rá. Feri otthon van. És tudjátok, hogy hányan kérdezik ezt, hogy akkor most a zalaegerszegi állatkertből jelentkeztek, hogy nyilván kamu az egész műsor, és én próbálom elmagyarázni, hogy úgy vagyunk, és ezt el is mondjuk adásban, azért nem értem, hogy én itthon, ti meg ott kint, és megy a műsor. Úgyhogy van Magyarországon egy ilyen közhangulat, hogy ti bekamuzzátok ezt a celeb vagyokot. Ja, mert hogy te otthon igen, vagy. Igen, mert hogy én itthon hogy vagyok, tehát hogy én Békés Csabán voltam a Kolbász Fesztiválon hétvégén, akkor az nem lehet, hogy ti kim vagytok. És mondtam, hogy de igen, lehet, mert mi nem sziámiikrek vagyunk, hanem műsorvezetők. Tetszik érteni? Igen, ez mondjuk egy tipikus, hogyha valahol meglátnak, akkor olajon jól, Feri. Igen. Aha, ugye? És akkor itt nyilván ti nem lehettek kint, hát te itt vagy, Feri, nálunk. Akkor igen, itt van a Jani, meg a Balázs is. Hát nem lehettek kint, hát egyszerre mozogtok, olyan vagytok, mint a vadállatok. De ha valahol megtaláljátok a kamu stúdiónkat a Bügben, nyugodtan cserkészetek be, gyertek oda hátunk mögé, és egyszerre a két válunkat tegyétek a kezeteket, és mondjátok azt, megvagytok! Megvagytok, rohadékok! Na, egy érdekes felmérés, amiről érdemes beszélni, mert hogy ez hazánkban is egyre jobban terjed, és a dolog azért érdekes, mert leginkább nyilván az orvosok érzik ennek a hátrányát, mi betegek kevésbé, mert hogy állítólagosan a legtöbb beteg úgy megy már el orvoshoz, hogy előzetesen utána nézett az interneten a tüneteinek, és kiderül, hogy egyre többen félre diagnosztizálják saját magukat, és ugye hát ez az internetes orvoslásnak egyfajta mellékterméke, hogy bármilyen bajod van, te azt beütöd, találsz rá gyógymódot, elmondják a szakértők, illetve különböző fórumokon a hozzászólók, hogy mit igyál, mit tegyél, és mire az orvoshoz mész, állítólag most már a legtöbb beteg egy kész diagnózist állít fel, amivel az orvosok agyára megy. És ez az e-páciens jelenség, ami arról szól, hogy rákeresnek a betegek 73-96%-ban a saját betegségükre, és vagy félrekezelik magukat, vagy vitatkoznak az orvossal, mire eljutnak az orvosi, hogy nem ugyanazt a diagnózist adja, amit ők saját magukról egyébként az internet segítségével felállítottak. Doktor úr, mi a bajom? Maga szerint. Mert én tudom. Én hát tudom. Hiszen elolvastam az interneten. Az aránya 20 évesek esetében a legmagasabb, 96%-ban olvasnak utána a saját betegségüknek, és kezdik is el egyébként sokszor kezelni saját magukat. Míg egyébként 13% az, aki kételkedik az interneten megjelenő egészségügyi információk hitelességében. Tehát a megdöbbentő ebben az, hogy bármi, amit te elolvasol az interneten, azt te 80%-ban ugye hát kész tényként veszed, hogy az úgy lehet, és elkezded magadat kezelni. Nyilván komolyabb gyógyszerekhez nem tudsz hozzájutni, hiszen azok vénykötelesek, de mégis vagy lebeszélnek arról, hogy orvoshoz menjél, vagy otthon próbálod magad meggyógyítani, és elmondják az internet, hogy a kicsi hörgő hang az csak egy bronhitis, nem kell tőle félni, nem kell orvoshoz menni, meg fogsz gyógyulni. Rengetegen többek között... Hallodzsul a horkolás. Igen. És rengetegen ugye azért nem mennek el, mert az interneten megnyugtató információkat találnak, hogy nem kell elmenni orvoshoz. Márpedig szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz út. Bizonyos tekintetben persze jó, hogyha informálódunk, de simán lehet az, hogy mondjuk valamilyen tünetet, amit magunkon tapasztalunk, megtalálunk mondjuk egy nagyon-nagyon súlyos betegség leírásánál, vagy valamilyen nagyon súlyos betegség előzményeként adott esetben.
és elolvasod, és onnantól kezdve iszonyatosan beparázsod. Hát főleg, ha az ember hipohonder, akkor igen. Bocsánat, hogy porszívózni kezdtek, úgyhogy ha behallatszik bármi, akkor... Igen, de fura, hogy pont Zsül ment, és ő zavarja. Igen, dolgoznak. Mit akartál mondani, Feri? Azt akartam mondani, hogy önmagában azzal nem lenne baj, hogy te utána nézel a dolgoknak, mert ugye az internetnek van az az oldala, ami jól működik, ahol tényleg meg lehet nézni. Ott kezdődik el a probléma, hogy ráakadsz a fórumra. És a fórum az egy olyan csodás dolog, hogy ott mindenki marha okos. Tehát te beírod, hogy piros pöttyök jelentek meg a bal karomon, és elkezded zsibbadni a jobb oldal. Na most itt jön az önkéntes orvostársadalom, akik már nagyon sok mindennek utána néztek, és elkezdik megírni azt, hogy te most akkor biztos, hogy ebben szenvedsz. Érted? Mert nem az a baj önmagában, hogy megnézed a tünetet, és így körülbelül készülsz rá, tehát vannak hivatalos jó oldalok. A fórum az a legnagyobb csapda a világon, és ott elkezdenek egymásnak esni, te kapkodod a fejed, hogy akkor most mi lehet a bajom, és megpróbálsz valamerre elmenni, és egyre nagyobb pánikban vagy. Igen, hát egyre nagyobb pánikban vagy, egyre jobban, főleg a hipohonder vagy. Hármunk közül ki az, aki hipohonder? Én nem nagyon. Te hipohonder vagy? Te se vagy nagyon hipohonder. Benned van rá hajlam? Van hajlam, oda figyelgetek dolgokra, de szerintem még annyira nem drámai a helyzet. Igen, Feri, te se vagy hipohonder, nem? Én tudok kezelni mindent pálinkával. Internettel. És gondoljátok el az orvosokat, hogy nekik milyen baromi nehéz lehet, hogy oda megy a beteg, és azt gondolja, hogy ő okosabb már, mint az orvos. És elkezd olyan dolgokat kérdezni, amiről nyilván semmiféle fogalma nincs, vagy csak nagyon felületesen olvasott utána a dolognak. Ugye mélyebb szakértelem azért az erősen hiányzik, és leáll vitatkozni az orvossal, és az orvosnak mennyi energiája mehet el arra, hogy meggyőzze a beteget, hogy higgye el, hogy amit az interneten olvas, az nem biztos, hogy igaz, inkább ezt és ezt szedje, vagy ezt is ezt a kezelési utat, módot válassza inkább. Hogy azért, ilyen, bocsánat, de ilyen félhülyékkel vitatkozni, az rengeteg energiát veszel tőled, nem? Uh-huh. És tényleg mindenki így megy. Én is, ha van valami a gyerekkel például, akkor azért utána olvasok. Tehát minden skarlát veszély volt az oviban, és az ember elolvassa, hogy mi történik. Nyilván nem az internet alapján kezeltük, de már mire elmész a dokihoz, hogyha skarlát gyanús a gyereked, már tudod, hogy mit szed. Vagy legalábbis azt hiszed, hogy vagy azt hiszed. Igen, és elolvasod. Tehát, hogy nem feltétlenül mindig hiba ez. Elviekben ugye vannak olyan rabok, akik felkészülnek a megfelelő jogi passzusokból, hogy saját maguk lássák el a védelmüket. Az is egyébként egy nagyon komoly tudást igénylő műfaj, meg hivatás. Hát miért ne készülhetne fel valaki az interneten keresztül a saját gyógyításába? És amikor már oda megy, akkor gyakorlatilag felállítva a saját diagnózisát, felállítva az érvek és ellenérvek rendszerét, leüljön és ezt megkonzultálja a doktor úrral. Biztos vannak ilyen kivétele. Oda megy a doktor, és én csak aláírom a receptet, az vigye. Hát maga akkora. Hát hihetetlen. Micsoda szakteki. Még én is tanultam. Igen. Na, van egy házi orvosunk, aki elmondja, hogy ez mekkora hátrány egyébként az ő munkájukra nézve. Dr. Bencse Tamás. Hello Tamás, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Hello. Házi orvosként dolgozol, jól mondom, ugye? Igen. Na, netes öndiagnosztizálás. Te találkozol ezzel, vagy ti találkoztok ilyen típusú beteggel, aki már úgy megy oda, hogy szinte okosabbnak gondolja magát nálad? Naponta. De végül is ez egy áldás és egy átok ez az internet. Tehát rengeteg sok előnye van, és én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb a jövő útja mindenféleképpen az, még itt az adó bevezetése után is, hogy azért nagyon sokan hozzáférnek, nagyon sokan hozzáolvasnak. Persze nem mindegy, hogy melyiket olvassa el. Itt kellene tudni valamelyest válogatniuk, és megnézni azt, hogy melyik az a tájékoztató szöveg, amit esetleg klinika, nagy kórház tett föl éppen az aktuális betegséggel kapcsolatosan. Ha ebből szerez információt, az meggyőződésem, hogy egyrészt amiatt, mert ugye mi orvosok között vannak szófukar orvosok, aki nagyon jól diagnosztizálja a bajt, nagyon jól elmondja, hogy mi a hiba, de ugyanakkor a kiegészítő részére esetleg arra, hogy milyen diétát tartson. Mi az, amire esetleg jobban oda kell figyelni, azt lehet, hogy rövidebben mondja el, vagy esetleg elmondja, és a beteg ott lányos zavarában nem tudta megfigyelni, nem tudta meghallgatni kellőképpen, és akkor otthon kényelmesen rámelt az internetre, jé, ezt is mondta az orvos, jé, ezt nem mondta az orvos. Tamás, te ezekkel vitatkozol egyébként? Vagy tudsz mondani konkrét példát, amikor egy beteg úgy jött el hozzád, hogy tényleg fölállította a diagnózis, és megpróbált téged meggyőzni, hogy biztos nincs igazad, mert ő ezt olvasta? Van ilyen konkrét eset? Annyival, hogy vitába soha nem lehet belemenni. Egy orvos nem jogosíthatja föl magát azzal kapcsolatosan, hogyha egy betegnek
mindenre joga van. A beteg elmondhatja, egész biztos, hogy nagy türelemmel el lehet mesélni azt, hogy, hogy nagyon helyes, hogy ennek utána nézett, megmondani azt, hogy mi az, ami ebből használható, megmondani azt, hogy egészen más baja van a gyereknek, vagy ne adj Isten, szövődményként lehetséges, hogy majd az a betegség is szóba jön, de mindenféleképpen ezt türelemmel a beteg aggódásának kell felfogni, a beteg teklődésének a baja iránt. Ez manapság rengeteget számít, mert nagyon-nagyon sokan nem nagyon foglalkoznak magukkal. Tehát én azt mondom, hogy majd, hogy nem örömmel veszem. A másrészt pedig az egy kontroll az orvos felé, és mindenféleképpen kényszerüljön rá az orvos, hogy képezze tovább magát, napra kész legyen, nézzen bele az internetbe a szakmai továbbképzésen kívül, ezt a fórumot is igenis vegyen rá fáradtságot, időt és olvasgassa. Mi volt a de nyilván nyomasztó, mondjad Feri, csak nyomasztó. Mi volt a legbanálisabb sztori, amikor bejött valaki, diagnosztizálta magát, és azt mondta, hogy ez tüdőgyulladás, aztán te megvizsgáltad, és azt mondtad, hogy nem tudom, akármicsoda orrsövényferdülés volt. Ilyened? Hát, tragikusabb volt ez a dolog, tehát annyi, hogy nagyon-nagyon jó gyerekeknek való hashajtót reklámoztak a televízióba. És volt egy gyerek, akinek hónapok óta már volt székszorulásos problémája, ezt a nagyon-nagyon jó szert az anyuka elkezdte adni, és egy darabig működött is a dolog. Aztán, amikor negyedik-ötödik héten megint átment szorulásba, akkor valami úton módon elvetődtek hozzám, megnéztem a gyereket, belenyúltam a hasába, és bizony tapintható daganat volt. És mondjuk abban a szempontból happy end-el végződött, hogy ezt a vastagbőrdaganatot aztán sikerült egybe szépen eltávolítani, azóta is nagyon-nagyon jól van a gyerek. Tényleg, hogy az anyuka azóta internet környékén nem nagyon szokott menni, de sajnos nagyobb tragédiák is fordulhatnak elő. Tehát szinte mindennapos dolog az, hogy hirdetik ezeket a nagyon-nagyon jó orrcseppeket a náthára. És kiderül az, hogy van egy ormondulat útengés, és csak azzal lehet megoldani a problémát. Vagy ne adj úristen, nem tudom én, ilyen apróság, hogy a prosztatával kapcsolatosan óriási nagy szerepe van az időfaktornak. Most olyan csak a gyógyszereket... Igen? Nem csak a Janinak szóltam, hogy a prosztatán, hogy igen, már a veszélyeztetett korban van. Már ki is tapintottam valami. Felekében valami szátúrul, akkor nagyon jól lehet érezni egyébként, tehát jól kitapintható, csak kellő magasságig kell fölnyúlni, és jobb az a kemben. Zsűnj, gyere valamit, itt nem érek el. Annyit kell tudnod a Jánosról, hogy hát már nem egy kert is lak három bárral, szóval, hogy már nem, mert gyakorlatilag... Csökkent az üzemi nyomás. Csökkent az üzemi nyomás folyamatosan, igen. Hogy ezt ilyenkor önmagunk diagnosztizálhatjuk egyébként? A prostatánál pontosan ez a lényeg, hogy ott nagyon-nagyon nehezen azt mindenféleképpen szakorvosra kell bízni. Most, hogyha valaki nagyon sokáig szedi ezeket a vizeletelakadás miatt adandó prostatagyógyszereket, ezek valóban tünetileg átmenetileg javulást okozhatnak is, csak azért azon, hogy baromi gyakran van prostatarák, és a férfiaknál bizony ez meglehetősen rendszeres dolog. Igen, és lehet szedni ezeket a csodagyógyszereket, hogyha az orvos javasolja, előtte megvizsgálták, megnézték a vérét, belenyúltak, megnézték útrendet, és kiderül, hogy valóban csak egy jó indulatú útengésről van szó, akkor igen. De ha rák van, akkor ne a reklámba szedett, vagy a javasolt gyógyszerekkel próbáljunk meg természetes szerekkel varázsolni. Ez nem annyira jó, igen. Tamás, köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked, ciao. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Dr. Bása Tamásnak. Hello, köszönjük. Hallod? Nem ám aztán itt öngyógyítani majd, ha már csak egy ilyen kis csörgedező kis ér leszel majd, nem az Amazonas. Igen. Akkor aztán tessék elmenni dokihoz. Fakadj újra meg, bővízű forrás. Figyelj, hát most én megértem, hogy ez életérzés hiányzik, hogy nem vagy már egy kert is lak három bárral, hát még hát szeretnél osztalgiázni, gyere át hozzám, és egy megmutatom még a fiatalok, hogy pisilem. Na mindegy, hogyha esetleg... Én átpisilem a széfet neked, ha... hogy azzal bekopogok hozzád, olyan nyomás van. Hát igen. Most akkor mit tudtunk meg? Azt, hogy elkemény házi orvos, ez aki nem fog vitatkozni felünk. De miért nem? Pont fura dolgokat mondott egyébként. Uh-huh. De egyébként lennék, és eljönne hozzám egy beteg, aki félrediagnosztizálja magát az internet alapján, én elmondom neki, hogy kedves beteg. Kedves uram, kedves hölgyem, nagyon örülök, hogy olvassa az internetet, igaza van, hogy olvassa az internetet, de engedje meg, hogy állítsam föl én a diagnózist. Engedjél ezt a... Higgyen nekem, hiszen mégiscsak ez a szakmám 30 éve ezt csinálom. De mi van akkor, hogy ráhagy? Ráhagyja az orvos, utána pedig kitölti azt a receptet, egyébként, amit ő is kitöltött volna, és azt mondja, hogy ez mind arra jó, hölgyem, amiről ön mondod. Oké, csak ha nem győzöd. És előbb szabadul. Igen, csak ha nem győzöd meg róla, hogy hülyeséget beszél, akkor lehet, hogy kimegy és összetépi a receptet, mert azt fogja mondani, hogy úgyis nekem van igazam, az orvos hülye. Ez nem? Azért nagyon buta. De hát igen, a világ ugye? Ilyen. Ugye? Igen.
Na jó, írjátok meg, kedves hallgatóink, hogy volt-e már olyan, hogy valami frászt olvastatok az interneten, abból a szempontból, hogy amikor kiderült, ugye, hogy hát az internet alapján már szinte temetni kezdted magad, mert olyan dolgokat olvastál, hogy véged van körülbelül egy hónapon belül, vagy hogy skarlát, vagy rubeola, vagy bárányimlőkön a gyereken, aztán kiderült, hogy csak szúnyoginvázió. És te már a pestis járványokról olvastál. Igen, és aztán elmentél orvoshoz, és kiderült, hogy igazából semmi baj, de az internet alapján mondjuk félre kezelhetted volna magad. Jó, SMS számunk változatlan 06. 70! Annyi? 645-00-00, jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva, jó Isten, ez Avicii, ez a hangszín, vagy ez a torz szintetizátor itt hát, a végén? Megtalált valamit. Hová ez a védjegye. A 80-as évekből megtalált valami kis szintetizátort, amivel elindítottak a zenei pályafutását a szülei valószínűleg, és beépítette. Atya Isten, szegény mostani fiatalok. Hát az Avicii egy menő dolog most így a fiatalok között, nem? Hát ezzel torzulnak. Mert hogy menő Avicii? Avicii menő, nem? Az, Avancsi. Én azért ismerek, vagy tudtam annak idején egy általános iskolában egy ilyen 12 zenés kvarcóráról, amit tudta ugyanezt. Igen, megdöbbentett, hogy az Avicii volt, igen, pedig jó dalokat csinál. Na nézzük az SMS-eket, mert nagyon sok hozzászóláson ugye a félrediagnosztizálásról beszélgettünk, de nagyon sok ellenérv is érkezik, és ez is jó egyébként, amikor az orvosok egy kicsit flegmák, vagy nem törődnek a beteggel, és azért sikerül a sokadik orvosnál végül is diagnosztizálni a betegséget, mert az anyuka vagy az apuka utána olvasott az interneten. Tehát ilyen hozzászólás is nagyon sok jött, ugye két oldala van a dolognak. Mi arról beszélgettünk, hogy már rengetegen ugye e-páciensek, vagyis előre diagnosztizálják magukat, és hogy mennyire nehéz helyzetben vannak az orvosok. Közben azért nagyon sok szülő írja, hogy például jó, hogy elolvasta az interneten, amit talált, mert hogy az orvos közben pedig nem azt mondta, amit ő talált az interneten, nem adta be a gyógyszert a gyereknek, nem hitt neki, tovább vitte egy másik orvoshoz, aki viszont megtalálta a valódi bajt, és a szülő ezt onnan tudta, hogy olvasott dolgokat az interneten, és nem kellett beszedni a méregdrága gyógyszert, antibiotikumot, mert a gyereknek valami egészen más baja volt, az orvos pedig egy perc alatt megvizsgálta, legyintett rá, és azt mondta, hogy ez, csak a szülő nem hitt neki, mert előtte olvasott az interneten dolgokat. Tehát, hogy két vége van ennek. Hát előfordulhat ilyen is, de szerintem nagyon fontos az, hogy amit Feri is említett korábban, hogy hol keresgéli az ember ezeket az információkat. Nyilván vannak megbízhatóbb oldalak, meg vannak olyanok, ahol például egy vagy két nagyon okos, nagyon tapasztalt és nagyon-nagyon meggyőzően érvelő emberke, egyébként totál no-name, ismeretlen, osztja az észt, és akkor hajlamos vagy neki hinni, mert egyszerűen lehengelő stílusban adja elő, és nagyon-nagyon meggyőző. Most gondold el, hogy ha benyalsz egy ilyet, és beadod a gyereknek azt a gyógyszert, amit ők ajánlanak, vagy ezt a terápiát kezded el alkalmazni. A gyógyszert azért nagyon nem tudsz beadni, tehát, hogy mert ugye azért az vényre kell föliratni, tehát komoly dolgokat nem tudsz elkezdeni, tehát egy antibiotikumot nem tudsz elkezdeni, csak úgy magadtól adni, mert ugye ahhoz meg kell, hogy szerezd a receptet, tehát azért azt valaki föl kell, hogy írja neked. Jó, akkor gyógyszer nem, de azt mondja, hogy jegesfürdő, naponta háromszor. Na, lemegy a láza, igen, közül szétszettem a mikrofonomat. Na, nézzük az SMS-eket, hogy miket írnak a hallgatók, jó? Pillanat, szerelünk, gyerekek. Ú, de jól kezdve. Milyen jó, hogy ott van a zsebben. Még milyen jó, hogy megvan a keze, nem adtad oda valamiért. Van. A jobb keze még megvolt, igen, leszakadt a mikrofon. Na, azt mondja, hogy igen, igazatok van, az a helyzet, hogy magam is utána nézek bizonyos betegségeknek, nyilván megvan ennek az oka, 10 orvosból 5 sokszor félre diagnosztizál, sajnos ez is szomorú statisztika, akkor ki a hunyó, az orvos vagy a beteg, kérdezi Roy, ebben is igaza van egyébként. Egyik nem túl leszes haverommal piros kerítést festettünk, majd másnapra bárányhimlőt diagnosztizált magának. Aztán elment az orvoshoz, aki sikeresen megtisztította a festéktől. Egy kis alkohollal. Egy kis alkohollal, igen. Amikor a páromnak még nem tudtuk, mi a betegsége, elmentünk házi orvoshoz, mert hogy vér volt a székletében, bocsánat, hát ezeket most ki kell mondani. Kapott aranyérkenőcsöt, később egy másik orvosnál kiderült, hogy valami egészen más baja van. Azóta a neten mindig előnézem, hogy mi jöhet szóba. Nem mindenki ért a szakmájához, ahogy egy fodrász vagy egy autószerelő sem, de itt az életemet a kezébe adom, ne csak rutinszerűen járjon el. Így a dia. Ugye erről beszélek, hogy azért ugyanakkor jó, hogy az ember sokszor után olvas az interneten, mert nem feltétlen mindig hiszi el, hogy a doki mit mond, tehát hogy két megközelítése is van ennek a témának. Igen, csak ő okosan azért elment másik orvoshoz, érted? Ezt kéne megtanulni ezzel a nettel, hogy nagyon jó, hogy van internet. Hol van a net? Itt bejött. Tehát hogy az tök jó, hogy van, meg nézz utána, de akkor azt válaszd, amit itt a hallgatók írnak, hogy menj át a másik orvoshoz, vizsgáld az meg. Na de meg ő is magad. Azért tudott átmenni, mert előtte elolvasta, hogy valószínű nem ez a dolog. Igen.
Anyósom több mint egy éve minden reggel egy pohár langyos citromos vízzel kezdi a napot, és javulnak a panaszai, az interneten olvastuk. Tomi, nagyon jó. Örülünk, hogy anyóska jobban van. Igen. De azt mondjuk nem írtad meg, hogy milyen formában használja ezt a kis langyos citromos vagy felül. Mit csinál vele, igen. Sajnos a gyerek sokszor beteg volt, és a mandulája is mindig bedurrant. A doki mindig felírta a drága, hasztalan gyógyszereket. Elmentünk egy másikhoz, aki meggyógyította, és a doki kiakadt. A neten olvasott baja volt, és nem az, amit a doki mondott, írja egy hallgató. Beduzzadt két nyirokcsomó a nyakamon, még aznap utána néztem a neten, és kiderült, hogy limfómám van, ez a rák egyik típusa, ebben a tudatban éltem, számoltam a napokat, hogy mennyi van még hátra. Egy szerencsém volt, hogy elég jól gyógyítható betegség, úgyhogy elmentem orvoshoz, aki elmondta, hogy valószínűleg be van gyulladva a bölcsesség fogam. Azért ez is kemény, igen. És talán temetted magad. Igen. Két történetem is van. Lányom fájlalta a gyomrát, orvostól orvosig jártunk, de nem tudták mi az. Mondtam, hogy vakbél, majd két nap múlva hányt, és kórházba került, de még akkor sem hitték el. Végül perforált vakbéllel műtötték. A netről tudtam a tünetei alapján. Tehát, hogy több egyébként a sztori fordítottja, mint ahogy mi elindítottuk a témát. Vérvétel után eredményelemzés interneten. Ez megvan, hogy már van ilyen program? Ezt én is letöltöttem, hogy a vérképedet ki tudod elemezni? Megvannak a referenciértékek, melyik rövidítés mit jelennek, kapod a vérképedet, és te otthon kielemzed. Ezt letöltöttem a biztonság kedvéért, nem tudom minek. Azt mondja, hogy igen, vérvétel után eredményelemzés interneten, agydaganat, májrák, vesek, elégtelenség, meg ilyen cukiságok. Semmi nem stimmelt, rohadjon meg az internet. Na, ezt Tamás küldte, aki ugye agydaganatot és májrákot diagnosztizált magánál. Nyilván valami rossz oldalt olvasott. Azt mondja, hogy engem az ügyetlen Google-ból akart gyógyítani, nem vicc, írja Móni. Az miért? Azért az nem a egy megnyugtató elnézést. De miért? Hát most pont erről szól az egész témánk. Hát a doktor úr már mozog együtt, érted? A megfelelő a trendekkel, világa. Érted? Ő is az internetről gyógyít. Hát azért én, na, azért ne. Tehát én elmegyek, éppen halálomban vagyok, és a doki azt mondja, hogy pillanat. Nekem se ismerős. Gyakori kérdések. Megnézem, mit ír az internet. Azért az kemény. A doki ne nézze az internetet, majd én nézem, nekem az jó. Az internet segítségével találtam meg a gyógymódot az erősen elfajult hólyakurutomra. Az orvosok éveken keresztül csak antibiotikumot írtak fel, hiába kértem más gyógyszert, egyszerűen nem foglalkoztak velem. 5 évig küzdöttem, majd egy étrendkiegészítővel, amire a neten bukkantam, már 2 éve semmi bajom. Tehát, hogy azért vannak jó dolgok is, vagy vannak pozitív példák. Azt is vegyétek figyelembe, srácok, hogy mostanában nagyon sokszor diagnosztizálnak félre az orvosok, aminek tragédia lehet a vége, ebből a szempontból jogos a félelem. Ezt Csaba küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nőgyógyászhoz mentem, mert görcsölt a bal petefészkem, írja egy hallgató, mondtam is neki, hogy szerintem mi a baj, az meg neki állt flegmázni, hogy én honnan tudnám már, hogy mi fáj nekem. Azért érdekes SMS-ek ezek is, nem? Amikor a doki, ugyan már, hogy fájna már az magának? De, hogy nem fáj, csak úgy érzi. Majd rájött ő is, hogy az a baj, amit én mondtam, és igen. És mondta, hogy ez a diagnózis már akkor fel volt állítva, amikor bejött. Tehát, hogy meghazudtolta igazából a beteget. Igen. Én is úgy mentem orvoshoz, hogy epeköven van, az interneten olvastam utána, erre az orvos azt mondta, az biztos nincs. 2 hét múlva műtöttek epével. Csilla írta nekünk Balatonfüredről. Tehát, hogy azért, ugye? Hogy sok az ellenpélda is. Na jó, de epekővel műtötték, vagy epével, az nem mindegy, érted? Mert a doki azt mondta csak, hogy nincs epeköve. De lehet, szikével. Hogy... Ja, köszi. Ne erőltesd a hangod, Feri, ne erőltesd a hangod, mert még rekedtebb leszel. Jó, és megnézted a neten, hogy ez mit jelent, ugye? Véres a torkod konkrétan, látom, hogy vér folyik a füledből, és erőlködsz, hogy beszéljél, érted? Hát nem kell annyit ordiválni hétvégén. Mit ír róla az internet? Így van. Erről a a tünetről, ami van neked? Balra két sorra a csöregefánk, ugyanitt ponyvás után futó. De rohadék vagy. Kinyitotta vatt a cukros. Olcsóbb lett az ára, vegyéte is a babádnak. Színpadon a kecsege folkról zenekar. Kecsege! Jó, a nehéz kenyér a műsorvezetés egy Kolbász Fesztiválon. Megértjük, hogy bereget az ember. Te ott kisfiú, nem te a dagat! Te már Dézsából alázta a locskát, nem megy kettővel jobbra, megtalálhatod azt a szélvöldésát, ahol... Igen, ha valaki nem tudja, mire maradkozik, ugye Feri hétvégén műsorvezetett, és éppen azt... És elment egy kicsit a hangja. Elment a hangja, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket.
amik jöttek ebben a témában. Gyerekek, kiderült számomra, nem olyan rossz azért, ha az ember utána olvos. Ennek még ha lehet, hogy a házi orvos az fárasztja is egyébként esetenként. Itt van a játékosunk, ha minden igaz, akivel már is hármas ugrást játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Szia! Hello, Ákos. Hello. Ákos, honnan hívsz minket? Tiszakécskéről. Tiszakécske? Ó, oh, de jó kis hely az. Mit csinálsz ott? Hát én most tanulgatok éppen, ugye. Őszi csináltam, most kísérettségre készülök. Kísérettségi? Akkor harmadikos vagy ez? Bizonytalan az? Vagy? Ez azért van? Hát a megérettségi még... Aha. Harmadikban van ez a kísérettségi. Tudom, miért is írtunk gimiben. Igen. Jól van, milyenek a kérdések, Jani? Halálosan könnyű mind a három. Igen. Na, mehetünk, Ákos? Sport lesz, na. Persze. Sport nem lesz. Szereted? Hát jó volna, igen. Az sajnos nincsen. Na figyelj, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Hogyan szólaltatják meg a szitár nevű hangszert? Milyen hangszer? Szitár. Szitár? Igen. Szitár. Hogy szólaltatják meg? Milyen hangszer? Szitár, hogy szólaltatják, nem tudom. Ki van ott? Ki az a? Azt mondtam, hogy ne mondjam meg már, hogy szégyellős. Na, anyukát szégyellős? Hát kapom fel. Elég, igen. Hát szitár. Még se játszom ezt. Egy húros hangszert, most kicsit puskáztam, ez nem tudok. Hát ezt engedik. Nagyon jó vagy, hát mi? Így van. Milyen fontos dolog ez az internet, ugye? Hát azt hiszem. Pengetéssel. Milyen jó, hogy van ez az internet? Meg az internet adó, ugye? Nem. Jöjjön a második kérdés! Nem, erre gondoltam arra, hogy jó dolog az internet, és milyen jó, hogy mindenki számára elérhető. Pengetéssel. Google-sztál, vagy mit csináltál? Google-sztál kicsit? Igen. Ajajajajaj. Hát akkor rövidebb időt hagyunk a másodikra, mert a segítség az ugye tulajdonképpen megengedett, de ha valaki ilyen feltűnően googlizik, akkor egy kicsit sietünk. Valaki titkolja. Valaki, ez is igaz. Így szól a második kérdés, dedikált. Okay. Mondjad? Nagyon szemtelen vagy. Egy könnyű lesz. Az is. Nem tudom. Figyelj, mondd meg nekem, mi a könnyű, mi a nehéz. Tessék. Tehát ezt valaki hát egyszer definiálja nekem. De nem hát nincs így. Hát az... Hát most valaki, aki szereti a történelmet, azt kérdezem tőle, hogy melyik évben halt meg Mátyás király, akkor rámondja, hogy 1490. Mert neki ez egy könnyű kérdés. Mert szereti a történelmet. Ha valaki nem szereti, akkor ennek élete legnehezebb kérdése. Tehát effektíve ez, hogy könnyű kérdés, nehéz kérdés nem létezik, ha csak nem azt kérdezik, hogy mennyi 3 plusz 2. Nem? Uh-huh. Hát jó, akkor megpróbálom. Érted, mire gondolok? Az ötre. Tehát ez egy szubjektív dolog, hogy kinek mi a könnyű, kinek mi a nehéz. Valaki, érted, visszafelé sorrendben 1976-ban felsorolja, hogy ki nyerte meg a Forma 1-es futamokat visszafelé. Valakinek ez semmi. Valakinek ez semmi. Tehát nem tudjuk igazából. Ez földrajz. Hát aztán, hogy könnyűnek. Értem. Na figyelj, igen, még a Pitagorasz tétel sem tudom definiálni, például. Így szól a második kérdés. Melyik országokat nevezik Benelux államoknak? Na ez viszont egy könnyű kérdés. Hát ez a nevében is benne van, hogy Belgium, és a ne az a Holland, a Lux pedig Luxemburg. Így nagyon van. Jó. Na ez egy könnyebb kérdés, de van olyan ember, akinek ez egy baromi nehéz kérdés lett volna, mert nem tudja. Igen, erre most jöttem rá, hogy a nevében van. Na, így van, a ne az a Neverland. Hát én akkor megállok. Azt mondom. Na, ne csináld, tényleg? Hát, ez egy okos döntés. Hát nem a harmadik kárig akkor elbuktak már. Ezzel, attól félek. Bum-bum, meg nem akarok bízni, pedig annak győzködött nagyon, hogy menjek neki. Anyádba se bízol? Hát, nem nagyon. Vagy ő nem bízik magába. Jó, de szép Hákmut elne arra, hogy nem nagyon. Jó, figyelj, én megértem, én szeretem, ha valaki megáll és nem kapja el a hív, nem túl mohó. Ha ő azt gondolja, hogy neki ez elég, és Ákos, te úgy gondolod, álljunk meg, megvan a dedikált egéralátét és egy nyakbalkasztó. Klassz FM-es morning show, ez is szép. Legyen ez? Jó, jó, legyen. Köszön. Jó, nagyon jó. Oké, küldjük neked, Janinak pedig megmaradt egy kérdés holnapra. Így is van. Jó? Ákos, örültem, hogy játszottunk, vigyázz magadra. Jó tanulást. Én is köszönöm. Nektek hello. Köszönjük. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 2 perc van pontosan, 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Balázs, Feri, Jani, menj Afrikán! Ha indul a reggeli
és kinet az ágy, ha már a csap felett habzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban van, csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, lehetsz már korán, vagy egy hián húz. Tudod, hol a helyed? Feri, Jani, menj Afrika! Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 4:10 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, Magyarországon! Sövi! Hello Jani, itt Dél-Afrikában. Hello Balidetto. Hello Balidetto, így van. Itt vagyunk, és folytatjuk a műsort. Ugye egy óra időeltolódásban vagyunk, de általában itt most 2 órát mérünk. A laptopokon hagytuk a magyar időt, közben a telefonunk már 4:11 mutat. De egészen jól elboldogulok ezzel az egy órás eltolódással. Fura, hogy lassan majd itt besüt a nap, közben ott még csak 4:10 van, itt már ilyen déli hangulat, de nem annyira zavaró. Mit csinálsz? De is, mert most egyelőre én még azért zavarba vagyok, amíg nézem a laptopon az időt, az órámon az időt, ja. És akkor hallgatom, amit te mondasz be, ami általában a harmadik. Van egy idő a laptopon, egy a telefonon, meg egy a fejemben. Igen, a fejemben az óra teljesen máshogy jár. Na nézzük, mit érek a hallgatóink, mi a helyzet a közlekedéssel. Szob-Vác-Budapest vonalon, Vácnál állunk már 20 perce a nyugati felé, mert nem tudják becsukni az egyik ajtót a vonaton, gyerekek. Nem falevél, nem felsővezeték szakadás, hanem egy tetves ajtó, és 2014-et írunk, írja Fecó. Várj, Fecó, rácsörgünk. Jó, hát ennek utána járunk gyorsan. Anna, csörögjünk rá Fecóra. Kérdezzük már meg, tehát 20 perce áll a vonat, mert nem tudják becsukni az ajtót. Pont 2 hete volt. Ezek már nem megnyomod a gombot, vagy csak az Intercity van, nagyon keveset utazom vonattal, ne haragudjatok. Megnyomod és kinyílik, ugye? Ez az Intercity? Vagy már az összes ajtó így nyílik? Nem, még van, ami... Nem, van még ez régi, a hagyományos becsapós. Ugye biztonsági ajtó, abban az esetben, hogyha nem érzékel, hogy be van csukva, akkor nem indul el. Aha, tehát kap egy visszajelzést a vezető, igen, hogy az összes ajtó az elektronikája azt jelzi, hogy nincsen becsukva egy ajtó, ezért nem fog elindulni. Öcsém, ilyen van már, hogy ezt a becsapós ajtót is egy elektronika figyeli bent a mozdonyvezetőnél. Hallod? Mik vannak? Fecó, hello, jó reggel, ciao. Na, csak megkaptuk az SMS-edet, és gondoltuk, hogy egy ilyen gyors helyzetjelentés erejéig rácsörünk, hogy szegényként te még mindig ott állsz, tényleg? Hát most már nem. Most már elindultunk, de katasztrófa volt. Most többet kijöttem, hogy nem nézzenek, hülyének az emberek, de igen. Most elindultunk Vácról, és most pont kijöttem ahhoz az ajtóhoz, amire rá van írva, hogy az ajtó használhatatlan. Teljesen szürreális. De... igen, tehát 20 percbe telt, mire rájöttek így a NASA szakemberei, hogy nem lehet megoldani ezt a problémát. Melyik típus ajtó volt? Ilyen elektromos tolóajtó. Ah. Ez a gomb megnyomásos, hogy nyomod és kinyílik? Amit megnyomsz, uh-huh. És akkor így két oldalról becsukódik. Igen, tehát, a két oldalról, ugye, igen. Hát az egészen modern pedig. Hát nézd, én modernek azt mondanám, hogy bele lehet csukni egy gombnyomást. Ami működik. Igen, jogos. Nem, az retro. Azok voltak azok, amik működtek. De látványos volt, tehát jó szórakoztunk közben. De mit csináltak? Oda álltak és elkezdték tolni? Vagy jött szegény kalauz, aki szintén erről nem tehet? Romra! Vagy a mozdonyvezető, és elkezdték betolni? Vagy az utasok? Nem, egy ilyen körforgásban így a csodájára jártak, tehát így először hátra jött egy ember, megnézte, hogy nem lehet becsukni, aztán ott csodálkozott, hogy úristen, tény nem lehet becsukni, akkor szóltak egy másik kalauznak, ő is pontot állta a tényt, hogy nem lehet becsukni, aztán már ketten nézték, hogy nem lehet becsukni, és a gombbal próbálkoztak, de hát meglepődtek, hogy nem sikerült. Minden bevetettek, tehát mindenféle természetesen csak mechanikus eszközöket, illetve emberi erőt, de nem működött. Aha. Most mennyi a késésetek körülbelül? Egy 20-at szerintem álltunk. De egyébként így fel se hördültek az emberek, tehát olyan szinten mindennapos, és mondom most, igaz, hogy Vácon álltunk meg a Váci állomáson, amit felújítanak, de ennek semmi köze nem volt a késéshez. Se fal, ezért semmi ilyesmi. Pusztán jajtó. De basszus, pont egyszer időben odaértetek volna, és ez a rohadt ajtó. Hát komolyan mondom, átokül a mávon. Hát végre egyszer a Vác, Szob, Budapest vonal időben van, erre elromlik az ajtó. De nem lehet, hogy direkt ne zökkentsük ki őket, valami romoljon már el. Az a durva, hogy még most is teljesen becsukva, tehát hogy most nézem egy centi, azért még mindig van. Na jó, azért ne legyél Fecó, azért ne legyünk teljesen elégedetlenek. Hát sokat akarok, az a helyzet, hogy elszaladt a vonalon, tényleg sokat akarok. Igen.
Te ezen a vonalon jársz minden nap? Aha, én Kismarosról járok be Pestre melózni. És most tényleg mindenféle rossz indulat nélkül, körülbelül hányszor értek oda pontosan, vagy hányszor van késés? Tehát, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy az ember hogy megy ki a megállóba, hogy mondjuk 6:50-kor jön a vonat, elég 7:10-re oda menni, vagy te minden nap ott vagy 6:50-re bízva abban, hogy egyszer ott lesz időben, vagy hogy működik az utas agya ilyenkor, hát, ha mondjuk minden nap késés van? Alapvetően szerintem nincsenek illúziójuk az embereknek, tehát senki nem pontosan akar beérni, és akkor nem be akar érni. Most már ez inkább így működik, meg inkább szerintem előbb mennek, mert vannak, de nem csak óránként jár a vonat, hanem vannak ilyen gyorsítottak is, ami csak pár helyen áll meg, meg van a zónázat. Tehát vannak opciók, csak egyik sem érte pontosan. Tehát nagyjából tudod csak kiszámolni. Úgyhogy, De... Te mit dolgozol egyébként? Mit dolgozol? Ja, én formatervező vagyok. Hát csak, hogy mennyire tolerálják, arra vagyok kíváncsi, hogy Én vállalkozó vagyok, tehát ebből szempontból én nekem szerencsésebb a helyzetem, de nekem például a kollégám, ő már benn van ilyenkor, tehát igazából elhatná, hogy én is legyek benn, csak ugye hát Budapesti, én meg nem. Jó, a tervek már fejedben vannak, érted? Tehát, hogy melózottál akkor is, amikor nem vagy bent. De mi is egyébként nagyon sokszor látok itt Dél-Afrikában olyan embereket az út szélén, akik gyalogolnak, stopolnak, de tényleg rengetegen, és a nap bármelyik szakában, amikor arra megyünk, ezt lát, és sokszor gondolkodunk rajta, hogy ők hogy érnek oda abba az úti célba, vagy ahol elindultak, mert hogy ki fogja őket felvenni. De úgy látszik, hogy igazából semmi különbség nincsen. Mondjuk ott nincs is az a nagy kapkodás. Ott nincs, igen. Igen, mert tudtam, hogy mondjad? Értekem annyi, hogy kb. Olyan, mint a villamos, igazából nincs menet ideje, nincs menetrendje, így jön, fölszállt rá, aztán nézem, eddig néz, tehát ez konkrétan szerintem így lehet a legjobban példázni ezen a vonalon. Igen, hát sokat hallunk erről. Fecókám, köszi, hogy elmondtad, kitartás neked, jó utat. Köszönöm, és jó záró ajtókat. Jó műsorvezetés. Érjetek oda, ciao. Hello. Aj, szegény, tényleg átokű rajtuk. Tehát egyszer végre ott vannak időben, akkor meg tönkre megy egy ajtó, a legbanálisabb. Nem? Igen, nem tudta értelmezni az elektronika, hogy odaérnek időben. Igen, zavarba jött. Az M3-oson van egy trafi a 204-es kilométernél Nyíregyháza felé, aztán a 64-es főúton, várjatok, eltűntem, meg vagyok, a 64-es főúton a Dégi bejárónál mérnek, Armadillo küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. A 4-es úton Albert Tirsánál a 405-ös és a Szentmartoni elágazás között van egy baleset, torlódás már most van, és érkezik a mentő is, üzente nekünk Ildikó. M1-es Lébényi kihajtónál Budapest irányába mérnek, a rendőrei, üzente nekünk B. Kecskemét 44-es a reptérnél, micsoda, reptérnél 10 sor arra szólás, nagyon értem, Shrek 75 üzente nekünk. Igen, alakul a dugó a 44-esen, ezt elküldte nekünk Zoli is. Na, hallott, Bali, Instagramra rakja a képeket, köszi, D. Kiraktam, melyiket kellene most kiraknom? Hát amiről reggel beszéltünk, az kint van. Uh-huh. Azóta nem beszéltünk semmiről. Zoknis óta, hát... Egy pluszt ígértem. Igen. Egy pluszt. A kézmosóban ázogatják. A kézmosóban van, a Facebookra pedig napközben fel fogjuk tenni természetesen a kerékcserénk hiteles kordokumentumait is. Így van, minden tanulságos lesz. Na, gyerekek, álló melót találtam. Nem hiszitek el, hogy emberek... a világban milyen foglalkozásokat űznek, és hogy mire van szükség. Olajozó ember? Már bikini mit? Turnéra? Ja, nem. Nem, döbbenetes egyébként. Királyi rágógumi vakarót keresnek második Erzsébeték. És azt nem hiszitek el, hogy ez az ember egyébként éves szinten mennyi pénzt keres, elolvastam és megdöbbentem. Neki csupán annyi a feladata, ezt a hirdetést egyébként hivatalos hirdetésben adták fel, hogy... A skóciai királyi rezidencia felbecsülhetetlen értékű bútoraira ragasztott, használt rágógumikat ő leszedje. De miért királynő, ezért... miért ragasztja fel a saját miért bútoraira? Miért ragasztja oda a bőzsi, de most komolyan. Pöske, ne csinálja már. Hát de nem ott megy, ezt nem tudja kidobni. Legalább egy nagyobb köpéssel beleköpne a kukába, érted? Igen. Elkirálynő mellé, mert valaki összeszedje. Nem, ezek a bútorra vannak felragasztva, és a takarító hivatalos munkája a hirdetés szerint a királynő hivatalos skóciai rezidenciája, úgy mondtam, amely évente 250 000 látogatót fogad. Tehát ez egy ilyen kis olyan rezidencia, amit azért ugye meglátogatnak látogatók is. Tehát van egy nyilvános része, meg nyilván van, ahol második Bözsi egy kicsit visszavonul. A királyi rágógumi vakarónak a fizetése évente majdnem 7 000 000 forint. Az nem rossz. Hát, az nem rossz. Az gyerekek, az egy olyan havi 600 000 körülbelül, most én vakarnék. Havi 600 000 forintot ajánlanak,
Napi 4 órát kell csak dolgoznod, és az a lényeg, hogy az összes rágógumi eltűnjön. Beosztott séfet is keresnek a Buckingham palotába, csak mondom, Feri. Az biztos jobban is fizet egyébként. És a Windsori kastélyba is. De oda kárpitokat kell restaurálni. Nem akarjuk ezt megtanulni? Ezért a pénzért te bármit tudsz szerintem, és én is. Nem? Ugye, ezért a pénzért én makkal festek, ha kell. Tényleg. Te makkal vered le a rászáradt rágógumikon. Tehát én pókhálót űzök a sarokból. Gyerekek, 7 millió forintot keres az ember, jelentkezik erre, nem tudom mi a casting, nem tudom mi az elbeszélgetés lényege, nem tudom, hogy végül kit vesznek föl. Tesztkaparás. De komolyan mondom, hogy 4 órás munkával te meg tudsz keresni rágógumi tisztítóként majdnem évi 7 millió forintot. Ez nagyon. Nagyon jól hangzik. Nagyon jól hangzik. Biztos, hogy tesztkaparás lehet. Fel vannak szépen nyomogatva a rágógumi, különböző mennyiségű, minőségű és különböző eszközökkel kell eltávolítanod nyomtalanul. Tehát ott ül veled szembe második Erzsébet, rágózik, egyszer csak lenyúl az asztal alá, valahova elrejti Bözsi, és azt mondja, hogy találd meg, fiam, és igen, te bemész, és ott a lába között mászol, keresed a rágót. Kedves alattvaló, kérem, fáradjon ide hozzám. és közben pedig ő ott ül veled szembe, és castingol? Vagy hogy zajlik ez? Így van. Nézem be az asztal alá, Fülöp, gyere ki. Jemek, hova kell mennem. És akkor bemegy az asztal alá, leszedi a rágógumikat, és ha ügyesen szedi, akkor ő keresi meg az évi 7 millió forintot. Utána gondolom egy kis, hogy hívják, ilyen kis lazur felújítás, stb. Egy kis méhviasszal átkenegeti a politúrt, és akkor ennyi. És várja a következőt. De ehhez nem kell nyelvet beszélni, ehhez nem kell semmihez érteni. Tehát oda mész, leadod a jelentkezést. Csak gyomor kell. Átvilágítanak? Valószínűleg átvilágítanak, azért te ott vagy ebben a kastélyban, nem? Hát azért oda nem kerülhet be akárki. Tehát nyilván átvilágítanak téged, és megnézik, hogy milyen munkákat vállaltál eddig. Én tökéletesen megértem őket, én kevés undorítóbb dolgot tudok mondani így sérhobból, mint azt, amikor például mondjuk bemész a moziba, megfogod a karfát, és akkor hirtelen alányulsz, vagy pedig valamilyen kávézóban vagy, ami egyébként teljesen rendben van, jól néz ki, jó a kínálat, stb. Teljesen rendben van az egész hely, megfogod az asztalnak a szélét, és érzed, hogy belenyúltál 2-3 rágóba. Nem, te megfogod az asztal szélét, abba kapaszkodsz, vagy? Persze, hogy nehogy milyen nem, általában, amikor kihozzák a számlát, akkor megszoktam tántorodni, és akkor ilyen. Én sosem fogom a kávézóba. Értem, de például moziba tényleg, amikor benyúlsz ugye a karfára, ott van a rágó. Na de most mi fogsz egy csavarhúzót, és havi 600 ezer forintért ezeket szépen egy csavarhúzóval lepattintod. Hát, de ez a középkori bútorok vannak, hát nem egy csavarhúzóval, nem lehet. Az 300 éves intarzia. Legyen szó, álmos már úgyis mind. Mr. Sebastian, elnézést, igen, tegye le azt a csavarhúzót. Én így csinálnám. Tehát fogsz egy csavarhúzót, és szépen bemész az asztal alá, és lepatintgatod a rágógumit. De gondold el, akkor ott mennyit fizetnek egy vezető testőrnek, vagy egy vezető kertésznek, vagy aki mondjuk tényleg a főszakács. Hát egy rágógumi leszedőként keres el havi 600 ezer forintot. Hát ott milyen pénzek lehet? Lehet, hogy átlagbérezés van. Azt mondják, hogy ne legyenek különbségek a dolgozók között, mindenki ennyit kap. Szerintem sokkal elviselhetőbb lenne a dolog számunkra, akik irigyek vagyunk nyilván, a teljesítménybérbe dolgozna. Le kell adni így, a rágódarabokat. Így van, napi negyed kiló után kapna egy fix összeget, vagy ilyesmi. De képzeld el azt a járókelőt is, vagy azt a múzeumlátogatót, hogy azért ahhoz is mennyire egyszerűnek kellene, hogy te bemész a múzeumba, vagy rágózol. Igen. És mondjuk elfogy a rágodból az íz, te szeretnél kiköpödni, vannak ezek az epres rágok, 10 percig jó, utána csak egy ilyen kemény nagy massza lesz a szádban, szeretnéd kiköpni. És ott állsz, tényleg a Windsori kastélyban, vagy nem tudom, valahol, mit tudom én, egy skót kastélyban, vagy a Buckingham palotában, aha, fog már egy picit. És hallom. Tudod, egy ilyen 300 éves ilyen toalett székre ezt így szépen felragasztod de alulról. Nem, hogy csinálod? De nem lehet, hogy csak zavarukba? Tehát, hogy itt hogy? Jön valaki, és akkor vihez királynő! Jön a Bözsi, jön a Bözsi! És azt mondja, hogy... Igen, és mindenki. Mindenki köpi ki a rágókat. De most komolyan. Tehát, hogy lehet, hogy egyszerűen csak zavarogva hirtelen el akarják tüntetni, mert azt gondolják, hogy jön valaki is, mennyire tiszteletlen ez a király családdal szemben. Mondjuk alapból meg lehetne oldani, lehet, hogy túlságosan földhöz ragadta az ötlet, kín lenne egy tábla, nem lehet bent rágózni. Na mi van? Akkor spóroltak évi 7 millió. De nem mondják már meg, hogy jól rágózom. De nem lehet, hogy egész turisták ragasztják. Tudtam, hogy ebből is egy kérdés csinál. De nem vagyok annyira parasz, hát én nem ragasztom fel a bútorokra, de nem lehet, ez egész egy ilyen nagy duma, hogy persze, mert a kastélyban, a látogatók, tényleg nem lehet, hogy itt a Bözsi egyébként masszív a rágófüggő, és ahol mennyire. És összegyűjtik. És hát, vagy összegyűjtik, és újra odaadják meg felhasználásra. És csinálják belőle puffot, vagy de, ja, újra felhasználják, újra ízesítik. Nem csak arra gondolok, hogy a királynő hivatalos oldalán elmondták, hogy sokkal
látogató ebben a skót kastélyban, ahova egyébként néha ő is visszavonult, tehát más csánt itt a történet, és hogy a látogatók miatt kell leszedni. Tehát nem biztos, hogy vannak látogatók. Hát lehet, hogy a Bözsi egy kicsit rágófüggő. Az egész nem? Egy hatalmas kamu. Az egész egy óriási. És rá akarják kelni szerencsétlen látogatóra, miközben Bözsi az ki nem bír magával. Gyerekek, most nem tudom ki, hogy van elég vele. Volt a protokoll, boldaragasztam, ahova akar. Napi 4 óra. Napi 4 óra. Álommeló. 7 millió ilyen rá... meg főleg. Ja. 7 millió forintért. Magyarországon vajon vannak olyan foglalkozások, amiről nem tudjuk, vagy azt gondoljuk, hogy legenda számban megy, és nagyon jól keresnek, de nem tudjuk, hogy ezek milyen foglalkozások? Vagy olyan rejtett foglalkozások, amiről nem is gondoljuk, hogy milyen jól keres? Mert én a kukásokról hallottam nagyon sokáig, hogy az egy álom meló. És ezt nekem senki nem igazolta, vagy cáfolta, de hogy ilyen 3-4-500 ezer forintos fizetés. Én nem hiszem, az hogy ez valójában így lenne. Maximum, ami összejön ugye a szemételvitelből, ha ők mondjuk zsebre dolgoznak. De hogy állítólag baromi jól fizetik őket. Tehát olyan munkákat keresek, amiről te nem tudod, hogy annyira jól megfizetik, mint amennyire te azt gondolnád. Hát a kukásról csak annyit tudja, hogy ott cash nem adsz. Ott mit szoktunk csinálni? Mi is meséltük, vagy te is mesélted, hogyha azt akarod, hogy elvigyék a kukádat előbb, akkor két üveg sört kiteszel, nem? Vagy meg is érdemlik. Vagy úgy teszed ki egyébként, hogy ha van plusz szemeted, akkor azt kiraksz egy 500-ast, vagy ott vagy, amikor elviszik. Nekem nagyon sok ilyen tapasztalatom van, és 500 forint, 1000 forint, az megnyitja ám ott azt a nagy kukás autónak a gyomrát, elfér abban még tavalyi fenyőfa íróasztal. De szerintem nem a pénz miatt. Eszterga gép. Nem a pénz miatt. Nem a pénz miatt, szerintem azért, mert egyrészt a viszonylagos szabadság miatt, másrészt, mert minden kisgyerek felnéz rájuk, illetve minden öregasszony szerelmes beléjük. Ja, hogy azért jó meló arra szerintem gondolsz? Ezért jó meló. Azt hittem azt mondta, hogy nem a pénz miatt viszik el, mert tőlem. Most lehet, hogy engem néztek ilyen fejőstehénnek, de nálunk megvolt, nem ott, ahol most lakom, mert ott már nincs ilyen. Régen, ahol laktam, ott megvolt az, hogyha nekem plusz szemetem volt, akkor 500 forint is. Fejben kiszámoltam, hogyha mondjuk egy nap ők csak elkérnek mondjuk, ha több száz címre mennek egy nap, csak kérjenek el mondjuk 40, Feri, te vagy jó matekból, még 40 embertől plusz 500 forintot naponta. Mondjál gyorsan egy összeget. Akkor az legalább 2500. A 40? A 40 az nem annyira 2500. Az egy 20 ezer. Na, elkérnek 20 ezret. Most gondold el. Tehát 20 ezer jön össze naponta. Ha dolgozol mondjuk, mit tudom én, egy 20 napot, akkor abból összejön egy 400 ezer forint pluszba. És ez nem tudom, hogy legenda vagy nem legenda, de hogyha így számolsz, akkor elvileg azok a kukások, akik mondjuk zsebre dolgoznak, azok akár jól is kereshetnek. Nem mindenhol engedik, meg hát van, akik kirúgnak ezért nyilván. Igen, de hát a legtöbb helyen nincsen plusz kirakva, érted? Ott belefér a kukába, érted? Most már ráadásul egy szelektív hulladékgyűjtés is van, most már szét is vannak dobva a különböző anyagú szemetek, úgyhogy azért nem jön ebből össze annyi. Tehát, hogy ez inkább csak az ünnepek környékén jellemző szerintem, hogy tudnak egy kis ilyen pluszhoz hozzájutni. De nem hiszem, hogy akkora bolt lenne. De most milyen foglalkozások? Igen, figyelj, mondjad. Nem, mondjam, csak gondolkozom, milyen foglalkozások lehetnek még, amiről nem gondolod, hogy titokban például ilyen jól keresnek. Egyszerűen titokban, csak nem gondolod, hogy ennyit keresnek. Egyszer láttam egy televízió műsort, abban egy szörnyű morbid melóról volt szó, hogy a bűnügyi helyszínelők után takarítottak Egyesült Államokban. Állítólag ez egy rettenetesen, de tényleg azt mondták, hogy borzasztóan jól fizet, hihetetlen sok pénzt lehet vele keresni, csak hát gyomor kell hozzá, és ezt mutatták be. És hát nem mindenki vállalja szívesen, teljesen érthető okból kifolyólag, de hihetetlenül jól megfizetik őket. De ott ki fizet? A bűnügyi helyszínelők után dolgozol már, amikor már ott hagyják neked a helyszínt, viszont mindent megcsináltak, már minden adatot felvettek, fotókat elkészítették, összeszedték az összes bizonyítékot. Utána a takarítás? És utána bemész és te takarítasz ki mondjuk egy ilyen 2-3-as akárhanyas gyilkosság után. Na, én pontosan erre gondoltam, tehát olyan foglalkozások és olyan munkák, amiről nem is tudjuk, hogy létezik, de hát, ha megírják nekünk, hogy gyerekek, az én munkámat kevesen ismerik, de ha ezt csinálod, akkor ezzel ilyen jól keresel, csak senkinek nem jut eszébe, mert azt mondta, hogy orvosok, ügyvédek jól keresnek, rosszul keresnek, elég az, amit zsebre tesznek, nem elég, amit zsebre tesznek, tehát mondasz sláger foglalkozásokat, hogy ők biztos jól keresnek, nem? Mondjuk pilóták, ügyvédek, az orvosok egyébként pont nem. Ha csak nem azon szegmensében dolgoznak az egészségügynek, ahol ugye érinti őket a paraszolvencia. De hogy például ez, és ők takarítók, vagy nekik mi a hivatalos munkájuk? Tehát ők mik valójában? Egyszerű, tehát takarítók, csak egy speciális felszereléssel dolgoznak, és a munkakörük csak az ilyen esetekre. Sajnos elég sok munkájuk van, ahogy láttam a filmben, és amikor már mindenki végzett, a rendőrség is, mentők is, sajnos a hullaszállítók is már ellátták a dolgukat, akkor ők oda mennek, és az egészet pucba vágják. Atya Isten!
És ez van? Nem, ez Egyesült Államok. Ez Egyesült Államok. Aha. Tehát van egy úgynevezett takarító brigád, akiket nyilván nagyon jól megfizetnek, és akkor menni kell szépen. De hát egy kőkemény melóról van szó. Az mondjuk érdekes, mert ő neki nyilván az alapfizet, tehát hogy maga a fizetése nagyon jó. Ő ugye nem úgy szedi a pénzt, mint a kukás, hogy 500-ért elviszi pluszban. Mert én például a Balázsnál szeretnék lenni kéményseprő. Tehát az, tudod, hogy éves 4x5000 forint. Ha, nem, én Szigetelő szeretnék. Vagy a Szigetelő, az is volt. Igen, már 4x volt, de mondta, hogy még jön 2x. Na, mondom, ne viccelj, hát figyelj, hát én nekem fontos, hogy a kéményünk tiszta legyen. Igaz, hogy mindig más jön, szerintem engem hülyére vesznek, de... Sebestyénú, csak megtaláljuk Master rohadt kéményt 2000 lesz. Igen, megvan az a kémény, megvan, de előre adja 20-at. Aztán visszajövünk egy nap múlva. Szóval igen, ha nálam vagy kéményseprő, akkor jól jársz. Tényleg mindenkit beengedek, és semmi, sehova nem mennek évente 4x kéményseprők. Most volt megint, meséltem is róla, de most jön újra. Jól fizetek, Feri, egyébként. Na, ennyi. Hát gyere nyugodtan. Hát ott még van 3-4 ilyen balek a környékeden, akkor már megvagy egy havi jó lóvéval. Jó, most ez magyar viszonylatban egyébként sok és megdöbbentő, hogy 600 ezeret keres. Mondjuk Angliában, ha albérletet, stb. Fizeted, akkor nyilván nem annyira sok. Na de most mi mondjuk a magyar árakhoz képest nézzük, ugye ahhoz képest azért, hogy valaki rágógumit leszed visszatérve erre a 600 000 forint, baromi sok. Hát itt tényleg egy orvos nem keres annyit, nem? Vagy ennek a töredékét tulajdonképpen. Na jó, de a kék nyilván... szalont kapod meg majd albérletnek. Érted? Bözsivel? Egy rohadt nagy, a baldagynos ágyban fogsz aludni esténként. Igen, ezt így tudom elképzelni. Jött egy SMS, Spanyolországban a kukások heti 5 napot dolgoznak 1600 euróért. Este 11-től hajnali 4-ig. Ugye most kérdés, hogy ott is mire elég ez az 1600 euró, ha te mondjuk külföldiként mész oda a lakásbérrel, stb. De akkor gondoljatok bele, hogy Spanyolországban a kukások 1600 eurót keresnek. 500 ezer hát forint. Az... Ja, nem rossz. Hmm. Az 500 ezer forint. 500 ezer. Ha te most azt spanyolként csinálod, és van saját lakásod, és nem albérletben vagy, akkor azért ez egy nagyon szép pénz, nem? És elviekben még beleférhet mellette azért, hogyha utána gondoltok, egy mellékállás is. Mondjuk egy 4 órás. Még be tudsz vállalni, igen. Ausztriában dolgozom, mint szemetes, és bizony ez úgy van, ahogy a Bazsi mondja. Minden jó, a lóvé és a zseppénz is. Ezt Tomi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Autópálya melletti fűnyírás. Az jó. Na például én ilyenekre gondoltam, hogy olyan tényleg olyan rejtett foglalkozások, amiről nem is tudod, hogy van. Autópálya melletti fűnyírás havi 300 ezer. Na, hát az nem rossz. Az nagyon hát jó fizetés. Nem rossz. Kérdés, hogy mennyit kell dolgoznod, de havi 300 ezeret kap az, aki nyírja a füvet. Hát azért ahhoz olyan nagy szakképesítés nem kell. Én nem mondom, hogy igazságtalan maga a rendszer, meg én nem sajnálom tőlük, de érdekes a dolog, hogy havi 300 ezeret keresel úgy, hogy füvet nyírsz. Az valamiféle gépkezelő oda kell. Az biztos, igen. Igen. Ott nem úgy van, hogy végig sarlozza valaki. Tudod. Megfenni a kis sarlóját, aztán pedig szépen leegyeli. Nem, azért, hogy ott gépelt, hogy el kell sajátítani ennek a fűnyírónak a speciális gépnek a kezelését, és akkor úgy 3 kiló. Igen. Hm. Az amerikai rapper Ludacris azért vett fel egy embert, hogy a Nintendójában elemet cserélje. Hát jó, ez egy nagy képű, de jó, az jó. Ez nagyon menő, aha, nem? Lemerült a Nintendo és a PSP léces cserében elemet, és keresem mondjuk 2000 dollárt. És akkor csöngetnek neki, tehát így megnyom egy gombot, és akkor lentről, ahogy hívják, a szuterénből, vagy nem tudom, így elkezd rohanni az ember, és írt el, oda jön, és akkor kicseréli az elemeket, és ez is megvan mára. Hát gondold el, tényleg. Vagy például a királynőnél, ha te mondjuk komornyik vagy, írja egy hallgató, milyen ötlet, akkor azok is mennyi pénzt keresetnek, nem? Vagy mondjuk itthon hallani olyan gazdagokról, akik komornyikot tartanak. Nem tudod, hogy mennyi pénzt keresnek. Nem is nagyon... Ott áll valaki. Ott, hát egy ilyen klasszik komornyik, persze. Ilyen, nagyon sok gazdag embernek van Magyarországon is. Ott állnak, és akkor hogy hívják ilyen franciás ízével, kiejtéssel? Te mondjuk szenzációs lennél komorniknak. A Jani? A Jani, ne haragudjon, uram, figyelj, de... ha Janira adsz egy frakkot, egy csokornyakkendőt, egy ilyen frakhoz tartozó fekete mindjárt írják, hogy úgy néznek ki, mint a Danny DeVito Batman. Nem, már nem vagy kövér, meg nem vagy túlsúlyos. Te egy kiváló komornyi. Mademoiselle, megjönnél egy ilyen kis... Szervíroztam a palfét, el lehet fogyasztani a szaumban. Te úgy rendet tartanál, hoznál, ott lennél mindig, asszisztálnál, megcsinálnád, hoznád a kis kávét porcukorral, vagy kockacukorral, hány kristálycukorral, tényleg kiváló. Kis olyan komornyik típus. Letörölném vagy. Az asztalt, letenném a porrat, felemelném a porrat, letörölném az asztalt. Rend a lelke, mindenre. Figyelj, egyébként... nálad egy sima vacsora is arról szól, hogy rendezed az eszcájgot, az evőeszközt, összerakod a poharakat, megterítesz magadnak, étterem elhozod, a feta sajtokat külön szeded, a salátát külön válogatod, tehát nálad azért
Abszolút. Nekem egyébként ez a melóba is jön. Na, én ezt mondom, bejönne. Hogy én érzem rajtad, hogy te jó komornyik lennél. És csak mondom, Jani, hogy 1 millió forintot is megkereshet havonta egy jó komornyik. 1 millió. Megnézted a neten? Havi 1 millió forint, de ez Magyarországon? Igen, ez magyarországi pénz, a nagyon tehetőseknél, akkor az mondjuk 0-24-es szolgálat, tehát akkor ott is laksz, és ugye bármikor lehet riasztani, és azért fizetnek meg benneteket komornyikokat ennyire, mert ugye titoktartási kötelezettséget választ, tehát semmiről nem beszélhetsz, ami a házban van, ez 1 milliót ér havonta, a gazda, és hát a gazdádnak ugye így kell mondani. Ez egy nagyon jó menekülős útvonal lesz nekem a rádió meg a média után, igen, lehet. Ha most valaki hallja, nyugodtan jelentkezzetek. Cipzár lesz a számom, semmiről sem fogok beszélni. Én nálam megszerezheted a referenciát. Tényleg. Hát én nem fizetek neked egy évig, de jó. Mondhatod, hogy a Balinál voltál egy évig. Igen. És lesz referenciád. Én olyan ajánló levelet írok neked. Nem mondhatom, hiszen nem beszéletek semmiről. Én olyan ajánló levelet írok neked, hogy Magyarország milliárdosai kapva kapnak utánad, mert egy precíz, megbízható, a titkok őrzője, a lakást, a házat, a kertet, mindent rád lehet bízni, hozzám eljössz egy évre, jó? És utána én bármilyen ajánlólevelet megírok. Ez nagyon jó. Ez szimpatikus, örülök. De nem fizetek. De utána mehetsz. De kosztvárhely van? Hát lakhatok a garázsban? Építünk valamit a kertben. Építünk valamit a kertben, igen. Ausztriában ingyenes újság kihordás, ha saját autóval csinálod, 600 ezer simán összejöhet, akár csak úgy, hogy hétvégén dolgozol, írja Tamás. Hát erre se gondolna az ember, nem? Pedig ez a legdurvább. Igen. Hétvégén melóval 6 kilót keresni. Mondjuk nyilván lejön belőle a benzinköltség, amortizáció. Igen. Az, hogy óvszergyárban vagyok minőségteszteli, jó, hát ezt nem hiszem. Azt mondja, hogy Lego építész 10 embernek van papírja róla Amerikában, és a Lego üzleti partnerei nek dolgoznak. Ezt hogy kell érteni, hogy elmennek valahova és megépítenek valamit, vagy ezt nem teljesen értem, ez mi lehet? Hogy Lego építész. Ott szerintem arról van szó, hogy mit tudom, nagyon ügyes épületeket meg kell tervezni olyan tekintetben, hogy hány darab Legóból, milyen típusú Legókból, hogy rakják össze. Amikor nagy figurákat csinálnak, például a Star Wars figurákat láttam pont a legutóbb, és akkor azt neki ki kell számolni, hogy miből mennyit kell beletenni. Szerintem is ez a Lego építész. Uh-huh. Igen. Mennyi Lego kell mondjuk egy csillagrombolóhoz, egy Millennium Falconhoz, vagy Leia Organa szenátorhoz bikiniben? Az mondjuk kevesebb egy kicsit, igen. Na jó, várunk még SMS-eket, kíváncsi vagyok egyébként, hány olyan foglalkozás van. Most ha hagyatkozunk csak Magyarországra, mert az ember egy elsőre nem tud, és mégis sokkal jobban keresnek, mint ahogy azt az ember feltételezné. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk mindjárt, egy pici szünet után mutatjuk, hogy mi történt velünk ma, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja, és most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 3:45 lesz pontosan 4 perc múlva. Jött egy-két érdekes SMS olyan foglalkozásokról, amiről nem is tudunk. Ugye a kiinduló hírunk az volt, hogy királyi rágogumi vakaró keres második Erzsébet, és hogy ez egy létező foglalkozás. Például van ilyen, hogy privát jachton fő sztjuárdesz 4 lányt irányít. A felelősségem az, hogy tiszta legyen a bútor, illetve minden, amit felszolgálunk, az is. Kezdőként 2500 euró, vezető pozícióban 5500 euró per hó. Ezt Vivien küldte nekünk. Privát jachton fő sztjuárdesz. Tehát ha nem megy a komornyiki állás, akkor ide még át tudsz egyébként dobbantani. Simán. Az menő azért, amikor fő sztjúj vagy egy ilyen privát jachton. Egyrészt szép helyeken vagy, jössz, így mész. Van. 4 lányt irányítok egyszerre. Te ide, te oda. Te alul, te anya. Magánjacht személyzet. Magánjacht személyzet. 2000 euró per hó minimum. Tiszti rang, ennek többszöröse. Ez is érdekes, igen. Magyarországon is van ez a cég, akik gyilkosság után takarítanak, többet nem írhatok róla, itt leírt egy internetes elérhetőséget, ezt most nem is olvasom, de nem is fontos, ezt Rita küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, itt most többen írjátok, hogy magyarországi béreket összehasonlítva például írországi bérekkel, most nem teljesen erről szól a mai téma, azt már sokszor csináltuk, meg szeretünk is azzal foglalkozni, hogy tényleg ugyanazért a munkáért az ember külföldön mennyivel több pénzt kap. Most arról beszélünk, hogy olyan foglalkozások, amiről ugye az ember nem is tud, hogy létezik, mennyi pénzt lehet vele keresni, akár Magyarországon, akár külföldön. Mert hogy itt írja nekünk valaki, hogy karosszéria lakatos Írországban 2500 euró, itthon ugyanez 120 000 forint. Persze, hát ezt mondhatnánk a mentősökre, az egészségügyre, tehát sok mindenkire, de most nem teljesen
ez a témánk. A kukásokat valaki cáfolja meg nekem, hogy az létezik-e vagy nem. Hogy valójában tényleg egy jól kereső állásról van ez szó, vagy mondjuk 130 ezerért csinálják napi 8 órában, hogy emelik még mindig sokszor kézzel a kukákat, mert erre nem jött se pro se kontra egyébként. De az alapérük az nagyon gyenge. Besárgáztam neked a kukásat. Nem, melyiket? Jött rá, most jött rá. Kukás vagyok Budapesten, az átlagkeresetem havi 3, de vajon, van olyan hónap, hogy elérem az 5-600 ezeret. Tehát nem cáfolja a kukás, hanem azt mondja, hogy úgy van, ahogy te mondtad, hogy azért, hogy elvigyék a szemetet, hajlamosak az emberek a zsebükbe nyúlni. Tehát 6 kilót össze lehet szedni kukásként. 600 ezer. Jó, lehet, hogy holnap rácsörgünk, csak kíváncsiságból, mert mondom, én is ezt hallottam, és ezért érdekes ez a téma, hogy városi legenda ez, hogy néhány foglalkozásról azt gondolod, de szerintem itt is vannak olyan helyek, ahol ezt megcsinálhatod, meg itt is vannak olyan helyek, gondolom, ahol ezt nagyon szigorúan nézik, félted, hogy elveszted az állásodat, keresel 150-et, csak ugye amikor az ember ott látja például a kukásokat áldogálni, és azt mondja, hogy ú, szegények, milyen rosszul fizetettek, lehet, hogy éppen egyébként havi 300 ezeret keresnek, ami nem baj, csak érdekes, mint kontraszt, van, ahol meg ugye ezt nyilván nem engedik. És gyerekkorom példaképe, illetve Robi kutyám istenei a pöcések. Igen. Ott keresnek. Nem, mintha nem érdemelnék meg, sőt, én azt gondolom, hogy mindenki, aki ott áll egyébként a kukás autón hátul, vagy cippantós, meg hát aki megdolgozik érte, megérdemli, mert ezzel nincs baj. Sőt, én azt gondolom, hogy tényleg azért télben, hidegben, melegben ott állni, itt kőkemény meló. Csak hogy ez a zsebre dolgozás, ez például működik-e. Jól van, amíg jönnek SMS-ek, még megvárjuk egy-kettőt, csak megmutatjuk közben a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Ugye olyas módon bejátszottuk, hogy Zsül hogy horkol. Egy kicsi hárbatámadás történt, de Zsül egy áldozat volt ebben, mert csak témaindítóként szerepelt. Arról aha, az áldozat, az igazi áldozat az Laci volt. Azért ezt ne felejtsük el. Igen, Zsül ma reggel lett áldozat, hogy elárultuk. Laci tegnap este volt, mert hogy nem aludt. Közös szobába rakták őket, kisek egyetlen módon. És arról beszélgettünk, hogy mit tudnak csinálni hallgatóink egy horkoló emberrel, mert hogy ez maga a rémdráma. De tényleg. Szóval, amikor ott egy családtag horkol, és te próbálod elhallgattatni, az nagyon nehéz. Fantasztikus SMS-eket kaptunk hallgatóinktól, hogy ki hogy próbálja meg az apját, az anyját, a feleségét vagy a férjét leszoktatni a horkolásról. És hát Jani száradó ruhái tulajdonképpen visszatérő elemei már a műsornak, felkerültek az Instagramra friss fotók, és János még egyszer elmondta, hogy ő ezt valójában hogy csinálja minden hétköznap. Srácok, bármire kíváncsi vagytok, nyugodtan kérdezzetek. Jó, tényleg egy dologra figyeltük, az a hosszú távon a kézi mosás szappannal, még ha öblítőt is használtak, ahogy én, nem kifizetődő, amortizálódnak le az okni. Na, erről beszélgettünk reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Hát igen, azért, amikor a saját apádra üvöltesz rá, az gyönyörű. Tehát az egy életkép. Kussolsz. Mindent is saját apádra. Minden szeretet benne van. Igen. Na, nincsen Csabi, hello Gábor. Hát figyeljetek, már megint Szabi. Jó reggelt. Pont arról beszélgettünk, hogyha nektek is lenne már két gyereketek fejenként, aki iskolás korú lenne, akkor elmehetnétek szabadságra, amikor őszi, téli, meg nyári, meg mindenféle szünet van. Aha, biztos lehet. Figyelj, én azért a plusz 5 napért vállaltam a másodikat. Mondták, hogy valami gyerek. Bepukkantam azt a nasz, hogy jöjjön. Persze, hát a Csabi most tényleg téli szünetem van, vagy őszi szünetem van. Most még csak az őszi van, jön majd a téli is. Figyelj, egy évben ő háromszor határozottan elmegy egy-egy hétre minimum. Igen, kiveszi, ami jár, hát így kell ezt csinálni. De én boldogan jövök, hát tudod, én vagyok a gyerekek keresztapja, tehát hogy ilyenkor gondolatban én is velük vagyok. Azt gondolom, hogy ilyenkor jót teszek velük is, hogy az apjukat hozzájuk engedem. Mire gondolhatott az abaházi, amikor fölkérte a Garamit keresztapának? Mire? De kétszeresen is. Sajnálatra. Milyen sajnálatra? Gyere, tapasztald meg, neked úgy se lesz soha, legalább nézd meg, hogy milyen az, amikor keresztszülő vagy. Megtapasztaltam egyébként nagyon, szerintem is jó, én imádom. De elég is volt. Persze, elég. Egyébként nincsenek túlzottan komoly feladataim, szóval mondtam is az abaházinak, hogy én fogok minden héten, vagy minden, nem tudom, alkalomkor ajándékot hozni csokit a gyerekeknek. Remélem, most nem hallgatják a gyerekek. Karácsonykor volt olyan, hogy az abaházi felesége, a Laura, bejáratnál adta a kezembe az ajándékot, hogy figyelj, ezt adod a gyerekeknek, örülni fognak neki. Igen. Na csak jött még egy-két SMS, a kukásztorit nagyon sok helyről cáfolják. Bocs, Gábor. A kukásztorit nagyon sok helyről cáfolják, hogy sokan dolgoznak vidéken, 100-120 ezer, és nincsen semmi plusz, tehát ez azért, ez vagy legenda, vagy csak néhány szerencsés helyzetben van így ez.
már ami a kukásokat illeti, és ha már fura foglalkozások, a Zsűl mondott még egyet, állítólagosan ez a mai napig van, hogy valakinek a reptéren az a feladata, hogy néha kimenjen egy puskával, és a levegőbe lőjön, hogy elmenjenek a madarak. És ebből áll a foglalkozás. Igen. Ez a munka. Kimegy, kiszalad a bódéból. Maradjátokat már! Jó, hát kicsit pomponosan ábrázoljuk a dolgot, talán festék tűzhető harcimenőként, igen, kirohan, vagy a golyó elkapóként, lő egyet a levegőbe, hogy tényleg hány olyan foglalkozás van, amiről az ember nem jó, is tudja, hogy vannak olyan létezni. És visszamegy a bódéban. Igen. Érdekes szerintem, hogy tényleg mennyi foglalkozás van, amiről nem is tudunk. Nagyon fontos a munkájuk. Így van. Na hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, és ha mondja, hogy Morning Show, ővé az ajándékcsomag. Ha nem mondja, akkor is ő a nap hallgatója, ugye? Csak nem kap ajándékcsomagot. Morning Show! Az bizony! Hello! Sziasztok! Hello! Nem írtad alá, hogy hívnak. Andes vagyok. Andes, így jól mondom? Andes. Azt írtad nekünk, hogy a horkolás témában jött az SMS-ed, a mama annyira horkolt, hogy felébredt a saját horkantására, és körbejárta a házat, hogy hallotta a betörőket. Ez képes volt naponta eljátszani, mert nem volt hajlandó elhinni, hogy horkol. Mama nagyon cuki lehetett. Nagyon cuki. Felvettük diktafonra a bátyáimmal, úgyhogy utána már abban maradt ez a betörőkeresés. Ja. Mert rájött, hogy ő horkol. Akkor ti is olyanok voltatok, mint a Laci, aki felvette Zsűl horkolását. Ja, csak mi még ezt be is játszottuk élőbe. Aljas módon, igen. Oké. Okay. Te vagy a nap hallgatója, küldünk egy szép kis ajándékcsomagot neked, jó? Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket helyileg? Hát most Veresegyházán dolgozom amúgy, de a kocsiban hallgatlak titeket mindig reggel, meg itt bent, úgyhogy hát 7 órától, már 6 órakor még nem vagyok fönn sajnos. Na, örülünk. Jól van, küldjük neked. Köszi. Köszönöm szépen, sziasztok! Ciao, vigyázz magadra! Szia! Hello. Jól van, Garami Gábor jön akkor a kívánság műsorra, jó, 855-55-00, ez a telefonszám, ha valaki szeretne tőle dart kérni, írjatok neki bátran. Elmondtuk mindent, holnap 6 órakor érkezünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót. Másfél hónapon keresztül élőben. Balázs, Feri, Jani, menj Afrikába!